Kedves résztvevők, jó napot kívánok! Üdvözlök mindenkit nagy szeretettel a harmadik kor egyeteme előadás sorozatának egy újabb állomásán. És akkor most átérve a mai meghívott előadónkra, Dávid Gyula, az ELTE TTK atomfizikai tanszékének az adjunktusa, és hát ami talán számunkra is nagyon érdekes, hogy hát tudományos munkássága mellett azért ismeretterjesztő munkája is kiemelkedő, tehát számos előadást tartott, ismeretterjesztő műveket is készített, és azt hiszem, hogy előadásokat is elég sokat tartott. És hát a mai előadás címe az szerintem is egyébként izgalmas, a sötét anyag nyomában, úgyhogy fogadják őt szeretettel és érdeklődéssel. Kedves közönség, először hadd valljam be, hogy én is örökhöz tartozom, most már egy éve én is nyugdíjas vagyok, tehát nem hazajöttem, és éppen ezért elnézést kérek, mert néha le fogok ülni, mert a lábam már nekem is fáj. Tehát lehet, hogy az előadás egy részét, ülve fogom tartani. Még egyet előre kell bocsátani, ugye sokan nem szerették az iskolában a fizikát, meg matematikát, a képleteket, meg még inkább utálták. Egy-két matematikai képlet lesz, csak hogy ijesztésképpen, hadd lássák, hogy milyen, de az iskolai anyagnál nem lesznek bonyolultabbak, és nem nagyon fogok rá építeni, és igyekszem mindent úgy elmondani, hogy aki nem szereti a fizikát, azért még az is el tudja fogadni ezt a témát. Talán sokan látták az interneten mostanában, egyre gyakrabban jelennek meg olyan cikkek, hogy megtalálták a sötét anyagot, mégse találták meg a sötét anyagot. Miért ez a nagy aktualitás? Debrecenben például most egy egész hetes konferenciát szerveznek a sötét anyagról. Tegnap ugyanezt az előadást az akadémián meséltem el, és ott 400 ember hallgatta, szóval valahogy ez aktuális téma. Pedig nem történt semmiféle nagy felfedezés ebben az ügyben. Sötét anyagot először az 1930-as években tételezték fel, azóta is keresgélik, gondolkodnak rajta, nem történt most semmi érdemleges felfedezés, aztán mégis hirtelen divatba jött. Ennek egy ilyen tudomány-szociológiai oka van inkább, a részecske fizikusok irányából. A részecske fizikusok biztos hallották, azok most hirtelen túlestek egy hatalmas nagy projekten, egy évtizedeken át tartó nagy kutatás véget ért 2012-ben. Összeállt a részecske fizikának a standard modellje. Tehát mindazok az elemi részecskék, amiket ismerünk és amiket a gyorsítókban kerestek meg egyebek, azok megvannak. A legutóbb annak nagy szenzációja volt, mindenki biztos hallotta, hogy felfedezték a Higgs részecskét. Higgs is ugye már elég öreg volt, és mindenki annak drukkolt, hogy még az életében megtalálják a részecskét, mert posztumusz Nobel-díj nincs. Hát ő éppen megérte, de az egyik kutatótársa már meghalt, és ő már nem kaphatta meg a Nobel-díjat. 1964-ben jósolták meg ezt a részecskét, és hát most végre 2012-ben sikerült megtalálniuk a gyorsítósoknak. És ezzel, szokták mondani, feltették a koronát a standard modellre, megvan az összes elemi részecske. Na de akkor mit csinálnak a részecske fizikusok ezentúl? Hát nyilván újabb elemi részecskéket keresnek, amik nincsenek benne az eddigi modellben. De eddig mindig az volt a tendencia, hogy előre lehetett látni. Olyan, mint ugye biztos hallották annak idején, Mengelejev elkezdte kitölteni a periódusos rendszert, és volt benne egy csomó luk. Én megjósolta, hogy itt kell lenni egy ilyen elemnek, egy olyan elemnek, kiszámolta a tulajdonságaikat, aztán később megtalálták. Na, egyszer csak betelt a táblázat. Hát itt is most a részecske fizikusok 50 éven át azt csinálták, hogy meg volt jósolva egy csomó elemi részecske, és azokat keresték. Amikor konferenciák voltak, akkor azt gyűltek és kiszámolták, hogy 20 év múlva mi lesz az aktuális téma, milyen gyorsítót kell építeni, az milyen részecskét fog keresni. Na, de most mind megvan. Most mit csináljanak? Hát akkor körülnéznek és keresnek. Nyilván bővíteni kell az elméletet, újabb részecskéket keresni, de hol? És akkor a csillagászok szerényen jelentkeznek, őnekik van jelöltjük, mert már 50 éve tudják, hogy a világban az ismert anyagon kívül még van egy csomó más anyag, amiről gőzünk sincs, hogy micsoda. De ez az úgynevezett sötét anyag, és hát azóta, most néhány éve a részecske fizikusok elkezdtek ezen töprengeni, először persze az jut eszük, hogy a meglevő berendezéseikkel megpróbálják megtalálni ezt az anyagot, ezeket a fajta részecskéket is, aztán utána azon töprengenek, hogy miféle új berendezéseket kell építeni, miféle új elméleti és kísérleti kutatásokat kell végezni, hogy meglegyenek ezek az újabb fajta részecskék. Eddig mindig volt egy vezérfonal, az általános elmélet, ami megmondta, hogy mit kell keresni, most nincs. Ezért most vaktában össze-vissza tapogatóznak, nagyon sokféle ötlet merült föl, és nagyon sokféle jellegű kísérletet terveznek.
Egyebek között Magyarországon is, majd a végén lesz arról szó, hogy a magyar kutatók hogy kapcsolódtak ebbe bele, és milyen jellegű eredményeket értek már is el. Hát akkor kezdjük egy kicsit azzal, hogy többen miről is van szó, mi az a sötét anyag. Először is nem sötét. Kezdjük azzal. Anyagnak anyag, de nem sötét. Hanem láthatatlan anyag. Ugye egészen más, hogyha valamire azt mondjuk, hogy sötét, vagy láthatatlan. Ez egy rossz név, ami rajta ragadt, és most már így marad, és így nevezik. Hiába küzd ellene az ember, hogy hát jobb lenne valami más nevet adni neki. Angolul is dark matter, így maradt. Én is azt fogom mondani, hogy sötét anyag, mert rájár a szám, pedig igazából láthatatlannak kéne hívni. Persze akkor most az a kérdés, hogy mi az a láthatatlan anyag. Hát valóban az univerzumban, csillagos égen, van egy nagy mennyiségben jelenlévő anyag, amit nem látunk, és nem tudjuk, hogy mi. Mert akkor honnan tudjuk, hogy van? Hát onnan, hogy gravitációs hatást fejt ki. A vonzó ereje van, bár nem látja az ember. Hát amint látják, itt is látom, hogy nem csak a sötét, vagy az erő sötét oldalának, hanem az anyag sötét oldalának is van vonzó ereje, elég sokan eljöttek ezt meghallgatni. Hát az űrben is ennek a sötét anyagnak van vonzó ereje, de miért láthatatlan? Hát mert nem világít, ezt majd megbeszéljük, hogy mi az, ami látható és mi az, ami láthatatlan. Hát miből van? Erre nagyon egyszerű a választ, nem tudjuk. Vannak sejtések, vannak ötletek, vannak elméletek, hogy miből lehet, de hát azért biztos válaszunk nincsen. És miért fontos ez az egész? Hát azért, mert jóval több van belőle, mint a közönséges anyagból. Az ember annak idején megtanulta azt, hogy szemben az ókoriak álláspontjával a Föld nem a világ közepe, Kopernikusz óta tudjuk, hogy egy csillag körül keringünk. Aztán később azt is megtanultuk, hogy ez a csillag ez egy galaxisnak az eldugott sarkában van. Aztán kiderült, hogy az a galaxis az egy galaxis halmaznak az eldugott sarkában van. Szóval hátrébb az agarakkal, legyünk egyre szerényebbek, most már tudjuk, hogy nem vagyunk a világ közepe. Na most az is kiderül, hogy az anyag, amiből mi vagyunk, az nem is a világ fő építőanyaga, hanem egy kis mellékes, kis vacak, körömpiszok. Az igazi anyaga az univerzumnak az valami egészen más, amiről hát úgy nagyjából még csak halvány fogalmaink vannak. A mi anyagunk az egy mellékes, felesleges, vagy apró kis anyagdarabka az univerzumban. Tehát, hogyha jobban meg akarjuk érteni a világot, akkor ezt a döntő többségben levő anyagot, ezt jó lenne megismerni. Másrészt, hogyha azt is meg akarjuk tudni, hogy mi történt a világa, hogy hogy alakultak ki ezek az égi objektumok, csillagok, galaxisok, meg ilyenek, akkor újra kell gondolni, nem a mi általunk ismert és az eddigi fizikánk által leírt anyagnak a tulajdonságai szabták meg például azt, hogy hogy alakultak ki a galaxisok, hanem ennek a félig meddig ismeretlen anyagfajtának a tulajdonságai. Tehát a világ megértéséhez elsősorban ennek a sötét anyagnak, és van egy még rejtélyesebb másik dolog, amit még rosszabb nével sötét energiának hívnak, arról csak néhány szót fogok beszélni, ennek a kettőnek a tulajdonságait kell megértenünk. Nézzük meg azt, miért láthatatlan. Hát mi az, amit látunk? Hát látjuk a napot, mert világít. Látjuk a gyertyát, a villanykörtét, mert világítanak. A holdat is látjuk, mert megvilágítja a nap, és visszaverődik a fény. Tehát ez meg van világítva. Mit jelent az, hogy világítás? Részecskék, elemi részecskék, fényrészecskéket, fotonokat bocsátanak ki. Milyen részecskék bocsátanak ki? Azok, amiknek elektromos töltésük van. A mozgó elektronok fényt bocsátanak ki. Ezt így szokták a fizikusok lerajzolni, az a piros hullámzó valami ott a fényrészecske, elektron kibocsát fényt. Egy semleges, elektromosan semleges részecske nem világít, az nem bocsát ki fényt. Tehát például a neutronok, vagy a neutrinok, vagy egyéb ilyen elemi objektumok, vagy egyáltalán egy komplett atom az nem bocsát ki fényt, mert elektromosan semleges. Az atomok tudnak másképpen. Az atomokban vannak elektronok, és ha egyik pályáról a másikra átugrik az elektronok, az energiakülönbséget elviszi a fény. Ilyen módon egy elektromosan semleges atom a töltéseinek a belső átrendeződése folytán tud fényt kibocsátani. Mi az, amit nem látunk? Hát nem látom például a Plutót. Miért? Mert nagyon messze van. Jó, rendben van, ezt értjük. Nem látom nappal a csillagokat, pedig ott vannak az égen. Miért nem látom? Mert a nap olyan fényes, hogy az ő sugárzása elvakít. Azt is értjük. Nem látom a baktériumokat, mert nagyon picik. Nem látom az atomokat, mert azok még kisebbek. De nem látjuk egymást sem sötétben. Pedig mi világítunk, csak a szemünk nem alkalmas annak az infravörös sugárzásnak a felfogására, amit mi bocsátunk ki. Hogyha olyanok lennénk, mint a kígyók, akik infravörösben is látnak, és ezért éjszaka is meg tudják találni az áldozataikat, akkor éjjel is, vagy egymást látnánk sötétben.
Nem látjuk például a neutronokat, azok ugye mondom, hogy semleges elemi részecskék, na ez fontos, hát ők semlegesek, tehát azért nem tudnak kibocsátani, mert nincs elektromos töltésük. A levegőt se látjuk, ugye itt köztünk levegő van, és nem veszem észre. Miért? Mert olyan atomokból, molekulákból áll, amelyek összesen semlegesek, és ezért nem bocsátanak ki fényt. Na de, hogyha az ember nagyon megpiszkálja a levegőt, például elektromos feszültséget kapcsolunk, biztos láttak ilyen kísérletet, két nagy gömb közé nagy feszültséget kapcsolunk, akkor szikróugrik át, és mi történik ott? A nagy feszültség hatására a levegő atomjai, molekulái szétesnek, különálló ionok, elektronok lesznek, és azok már bocsátanak ki fényt, ezért az a szikra látszik és világít. Ugyanez nagyobban, amikor villámot látunk, hát ott is rettentő nagy feszültség van a levegőben levő felhők és a föld között, és ott átcsap a szikra, a levegő molekulái szétesnek, elektromosan töltött objektumok lesznek belőlük, és világítanak. De ezt meg lehet csinálni úgy, hogy mesterségesen rákapcsolunk például egy fénycsőre feszültséget, és az abban levő gáz is ionizálódik, és sugárzás bocsát ki. Tehát attól, hogy a levegőt nem látom, attól még a atomokban ott vannak az elektromosan töltött részecskék, és némi külső piszkálással el lehet érni, hogy ők világítsanak. Hogyha találkozunk egy olyan anyagfajtával, ami egyáltalán nem világít, akkor azt mondhatjuk, hogy az nem olyan, mint a mi atomjaink, hogy elektromosan töltött objektumok összekeverve, egy pozitív, egy negatív és átlagosan semleges, mert azt lehetne addig birizgálni, amíg világítani. Ha egyáltalán nem világít, akkor egyáltalán nincs neki töltése, tehát olyan furcsa anyagfajtáról van szó, ami úgy mondjuk, hogy nem hat kölcsön az elektromágneses mezővel. Tehát egyáltalán nem érzékeli az elektromos teret, a mágneses teret se, mintha ott se lenne. Tehát ilyen anyagnak kell lenni, ennek a bizonyos láthatatlan anyagnak, azért láthatatlan. Tehát ha tudjuk, hogy létezik, akkor tudhatjuk azt is, hogy valami nagyon furcsa és nagyon különbözik a mi általunk ismert anyagtól, ami atomokból áll, amik meg elektromosan töltött kisebb részecskékből vannak, ez valami más. Hogy pontosan mi, azt még nem tudjuk, de valami nagyon más lehet. Hát honnan tudjuk egyáltalán ezt, hogy létezik? Az előbb azt mondtam, hogy nem világít, tehát nem áll kölcsönhatásban az elektromágneses mezővel, de valami másfajta kölcsönhatásban részt vesz, amiben minden anyag részt vesz, ez pedig a gravitáció. A gravitáció mindent vonz, és minden vonza egymást. Ha valaki, mondjuk a rendőrség keres egy tolvajt, akkor nem kutyákat kell hozni, hanem a gravitációs detektorokat, mert akárhova bújik el, azért a tömegének a gravitációs hatását azt ki lehet mutatni. Ez persze vicc, mert nagyon kicsi az embernek a gravitációs hatása, de elvileg ezek az univerzumban bujkáló, titokzatos, idegen, akármicsodák részecskék, ezek a gravitációs hatásukkal elárulják magukat. Ez itten Isaac Newton még ifjú korában. A későbbi képei azok már nagyon tekintélyes és kövér tudós mutatnak, de ifjú korában még így nézett ki. Az ő egyetemes gravitációs törvénye, ugye mindenki tanulta, itt jön a néhány képlet, bocsánat, Newtonnak a törvénye azt mondja, a tömegszer gyorsulás egyenlő az erővel, és az erő az a tömegszer a gravitációs. Tehát az a bizonyos 9,81, amit mindenkinek tanítottak, az a G-t nálunk, de azt arra is van egy képlet, hogy hogy lehet kiszámítani, ha mondjuk a napnak a tömege, azt jelöltünk nagy M-mel, meg a távolságból, és van egy univerzális gravitációs állandó. A lényeg az, hogy ezt ki lehet számítani, ebből két dolog következik, hogyha a kis M-et kihagyjuk a képletből, akkor minden test egyformán esik. Ez az, amit Galilei állítólag kipróbált, hogy kisebb testet, meg nagyobb testet leejtett a Pizai Ferde toronyból. Valószínűleg ez nem történt meg, de jól hangzik a sztori. Tehát leejtette a köveket, és egyszerre estek el. Nem tudom, tudják-e, hogy az amerikai űrhajósoknak a Holdon az egyik első dolga az volt, hogy leejtettek egy vasgolyót, meg egy fácán tollat. Ezt még Arisztotelész írta le, hogy a vasgolyó sokkal gyorsabban esik le, mint a toll. Persze a Földön a légellenállás miatt. De a Holdon, az űrben egyszer esnek le. Az amerikaiak aranyárban elvitték a fácántollat meg a vasgolyót a Holdra, és lefilmezték, és az iskolákban azóta ezt mutogatják. Szóval ők tudják, hogy hogy kell költeni az oktatásra. Most majd nem fogják tudni. De minden esetre ez az egyik alap török, hogy minden test egyformán esik. A másik pedig az, hogy mindegy, hogy miből van az a test, mekkora, milyen anyaga van, milyen hőmérséklete, milyen kémiai összetétele, milyen alakja, ettől függetlenül, hogyha adott a tömege van, akkor meghatározott erőt fejt ki egy másik testre. Tehát ettől univerzális a gravitáció, hogy csak attól függ, hogy mennyi a testnek a tömege, semmiféle más adat nem számít.
Na most elvileg, hogyha én azt figyelem, hogy a kis testre mekkora erő hat, és azt megmérem, akkor ki tudom számítani, hogy az a nagy objektum, az milyen nehéz, mekkora tömege volt. Tehát a napot nem tudom rátenni a mérlegre, de mégis ki tudom számítani, hogy mekkora a tömege. Ezt már ereink néhány száz éve megtették, majd mindjárt mutatom, hogy hogy. Persze, az elvek a szépek, de az ördög mindig a részletekben lakik, tehát ezt meg kell nézegedni, hogy hogy is csináljuk ezt ténylegesen. Hogy mérjük meg a tömeget? Van az űrben két égitest, vonzák egymást, és akkor emiatt elkezdenek keringeni egymás körül, tehát görbepályán mozognak. Ha az ember megvizsgálja ezt a pályát, akkor abból ki tudjuk számítani, hogy mekkora erő hat, és akkor abból azt is, hogy milyen, mekkora a tömegük. Ez a bácsi pedig, ez kicsit korábban ért, mint Newton, de sokkal régebbinek néz ki, ő Kepler, aki az égitestek mozgásának a vizsgálatából felállította a Kepler-féle törvényeket. Azért tessék elkezdeni, hogy ez hogy csinálta, nem számítóképpen analizálgatta, hanem hosszú-hosszú adatsorokat luttollal, este gyertyafénynél feldolgozott, és a számítógépként a saját fejét használta, tehát 7-jegyű számokkal végzett számításokat, színuszokat számított meg egyebeket, és ebből kiokoskodta rengeteg adatból, ami évtizedek alatt gyűlt össze, hogy például a Mars egy ellipszis pályán kering a nap körül. Próbálja valaki ma utána csinálni számítógép nélkül. A gyertyafényről nem is beszélve, meg a Luttonról. Mindenesetre az ő egyik törvénye így szól, harmadik törvénye, a nap körül ott kering a Föld. Nem tudom, látszik, vagy kéne egy kicsit sötétedni, látszik? És ott kering a Mars, ha összehasonlítjuk az ő mozgásukat, megnézzük a pályasugarát, meg a keringési időt, akkor Kepler azt mondta, hogy a sugár köbe arányos a keringési idő négyzetével. Többi bolygót is figyelembe vették, és aztán ráadásul akkoriban fedezte fel Galilei azt, hogy a Jupiternek vannak holdjai, és azokra is külön megnézték a Jupiter holdakra, és azokra is egy hasonló törvény érvényes. Tehát nem csak a nap körül keringő testekre, hanem a Jupiter körül keringő testekre is ugyanez érvényes, csak ott más az arányossági tényező. És akkor Newton nem sokkal később, 40-50 évvel később az ő gravitációs törvényéből levezette Kepler törvényeit. Tehát Kepler egyszerűen az ismert adatokból olvasta ezt, Newton viszont megmagyarázta. Ez következik a gravitációs törvényből, kicsit más formába jön ki, hogyha megnézem a V-vel jelöljük a bolygónak a sebességét, ahogy mozog a pályáján, errel pedig az, hogy milyen messze van a központtól, ez a különböző bolygókra, ez a szorzat V-szer, R az állandó, mégpedig Newton törvényéből kijön, hogy ez megegyezik a központi vonzótestnek a tömege, az a nagy M, és egy univerzális állandónak a szorzatával. Ez az univerzális, a Newton-féle gravitációs állandó. Na most ebből, hogyha megmérem a különböző bolygóknak a keringési sebességét, hát Kepler úgy csinálta, hogy megvárta, amíg körbeérnek, és akkor tudta, hogy a Föld egy év alatt ér körbe, a Vénusz az mondjuk 3/4 év alatt, a Mars majd 2 év alatt, a Jupiter 5 év alatt, a Plutó az már több mint 100, akkor még hál' Istennek azt nem ismerték, tehát nem kellett neki megvárni. A különböző bolygókra a keringési sebességet azt a keringési időből számolta ki. Mindenesetre ebből ezt a jobb oldalon a G/M szorzatot meg lehet állapítani. De az csak egy szorzat. Hát mennyi abból külön a G, mennyi külön az M? Ehhez az kell, hogy a G-t megmérjük a Földön. Itt van egy újabb bácsi, őről a fénykép sajnos nincs, mert mondjuk akkoriban még nem volt fénykép, ő Cavendishnek hívják, és ő építette egy ingát, amivel meg tudta mérni itt a Földön, hogy két test mekkora erőt fejt ki egymásra. Nagyon kicsi erőt, tehát egy ilyen 10 kilós test mellé oda tette egy 1 kilóst, és megnézte, hogy mekkora erővel vonzzák egymást. Tehát egyszerűen az ember letesz az asztalra két testet, nem veszi észre, tehát nagyon finoman föl kellett őket függeszteni egy szálra, és akkor megnézni, hogy piciri-piciri kis elmozdulások milyen volt. Nagyon pontos mérések kellettek ahhoz. Hát aztán utána volt egy későbbi tudós, aki ezeknek a pontos méréseknek a nagymestere volt, nem tudom, megismerik-e, Eötvös Loránd, aki aztán kifejlesztette ezt a még precízebb ingát, ami már arra is alkalmas, hogy hosszú évtizedekig ilyennel kerestek olajat. Aki látta a Dallas sorozatot, Jockey Ewingnek ilyen ingája volt, ilyenekkel keresték, mert azt is ki tudja mérni, hogy egyik helyen a Föld alatt sűrűbb anyag van, vagy ritkább, tehát kőzet, vagy olaj. Ez az inga egyébként ott van nálunk az egyetemen, és ott meg a diákok kísérletezhetnek vele, tehát az Eötvösnek a saját készítésű ingája.
És ez, egyebek között ezzel is ő megmérte ezt a gravitációs állandót, tehát hogy a különböző testek milyen erővel vonzák egymást, és akkor a képletből elolvasta a G-t. Íme itt van a G-nek az értéke, tehát ma már tudjuk pontosan, hogy mennyi ez, és akkor az előző adatokba behelyettesítve meg tudjuk kapni, mekkora a csillagászati objektumoknak a tömege. Hát íme itt van a napnak 2x10^30 kiló, ugye neki tudja ezt úgy kérni, leírom az 1-est és 30 nullát utána, ennyi kiló a napnak a tömege, a Jupiteré csak 10^27, tehát 1000-szer kisebb a Jupiter tömege, mint a napé, és ugye az összes bolygójét szépen ki tudták számítani az előző mérésekből. Tehát így feltérképezték a naprendszer égitestjeinek a tömegét. Aztán később, amikor más bolygók körül is találtak holdakat, mondjuk a Szaturnusz körül, stb., akkor ebből azt is meg lehetett állapítani. Mostanában biztos hallották, hogy kiderült, hogy egy csomó kis bolygónak is van holdja, tehát egy egészen kis, mint amilyen 50 kilométeres kődarab, körül kering egy 2 kilométeres kődarab. Hát azoknak a mozgását megvizsgálva hasonló módszerekkel ezeknek az égitesteknek a tömegét is meg tudjuk állapítani. Van akár nagyobb dolgok, mint egy naprendszer, a galaxisok. A galaxisokra mindenki látta ezeket a csodálatos fényképeket, még mutatok ki majd néhányat. A galaxis az 10 milliárd, 100 milliárd, vagy esetleg 1000 milliárd csillagnak az együttese. A mi galaxisokban körülbelül 1000 milliárd csillag van. És plusz még a csillagokon kívül van még egy csomó más anyag, például a gáz, olyan gáz, ami egyrészt még nem alakult csillagokká, másrészt meg régen felrobbant csillagok szétszórták az anyagokat az űrbe. És hát persze még vannak ilyen apróságok, mint a bolygók, amik a, hát úgy elhanyagolhatók tömegbe, de azért ilyesmi is van meg, emberek meg egyebek. Szóval nagyon szép galaxis felvételek készültek, de ember nem szeretné tudni, hogy hát körülbelül egy ilyen nagy objektum milyen nehéz, mennyi anyagból van, mennyi a tömege. Az a nagy különbség a naprendszerhez képest, hogy a naprendszer közepén volt egy vonzócentrum, és akörül keringtek a kis testek, és akkor a kis testek keringéséből ki lehetett deríteni, hogy a középső objektumnak mennyi a tömege. Itt meg nincs egy középső objektum. Az anyag nagyjából egyenletesen szét van szórva a galaxis korongjába, és a testek egymásnak a kölcsönös vonzó erejének a hatására keringenek. Hát hogy lehet ebből kideríteni azt, hogy összesen milyen nehéz ez az egész? Ez a nagy kérdés. Hát először is az ember azt mondta, hogy adjuk össze az objektumoknak a tömegét. Kiderült, hogy a csillagászok hosszú mérésekkel megállapították, hogy minden csillag körülbelül olyan nehéz, mint a nap. Ez nagyon furcsa, mert a csillagok mérete az nagyon változik. A legkisebb csillag 10 kilométer átmérőjű. A legnagyobb az meg 100 millió kilométer. Tehát óriási különbség van a méretben, de a tömegben nem. A legkisebb csillag az mondjuk tized akkora tömegű, mint a nap, a legnagyobb meg 20-szor nehezebb. Azért az sokkal kisebb különbség. Tehát elsőre tegyük fel, hogy minden csillag körülbelül olyan nehéz, mint a nap. 10^30 kiló, és van belőlük 10^12, tehát a galaxisnak a tömege az 10^42 kiló, mondja az ember. Tehát ebbe azt tételeztük, hogy a galaxisban nincs más, csak a csillagok. De hát, ha van ott más is. És ezért nem elég ezt, meg kell mérni, hasonló módon, mint hogy a Kepler törvények alapján a naprendszerben megmérték, hogy mennyi anyag van, hát a mérés lesz az a bizonyos kis ördög, ami itten belekavar a dolgokba. Hogy lehet a Kepler harmadik törvényét alkalmazni? A Newtonnak a korábban megállapított törvényeiből egy nagyon érdekes dolog következik. Képzeljünk el, hogy van egy ilyen gömbölyű test, és akkor mint a nap vagy a föld, és a körül kering egy másik. Hogyha azt a középső testet eldobom, és helyette teszek egy pontszerű testet, ami nulla méretű, ilyen pici, de ugyanakkor a tömege van, attól annak még ugyanolyan lesz a gravitációs hatása. Tehát van egy M tömegű, és egy ugyanakkora tömegű, de nem gömbszerű, csak picike kis test, és körülötte kering a másik, akkor tökéletesen egyforma a hatásuk. Ez Newton törvényéből levezethető. És van egy másik fontos következmény, hogyha csinálnánk egy gömbhéjat, és azon belül betennénk egy testet, arra nem hatna erő. Akkor nulla erő hat rá. És akkor képzeljük el ugyanezt a galaxisban. A galaxisnak a központi részét, tehát itt a mi napunk, és arra fele van a galaxis középpontja, ami beljebb van, azt egyesítsük egy pontba, és akkor ki tudjuk számítani a Newton törvény alapján, mekkora erőt fejt ki ránk. Ami meg kívül van, az meg olyan, mint ez a gömbhéj, az meg nem fejt ki semmi erőt. Tehát az meg nem érdekes. Tehát az következik, hogyha kering egy csillag így a galaxisnak bizonyos pontján, lehet ezzel világítani? Igen.
Tehát, hogyha mondjuk itt kering valami, akkor csak az számít, hogy azon belül mennyi anyag van, ezek a külső dolgok, ezek nem szólnak bele annak a csillagnak a keringésébe. Tehát, ha annak megvizsgálom annak a csillagnak a keringését, akkor meg tudom állapítani, onnantól befelé a középpont felé mennyi anyag van. És akkor sorba-sorba végig vizsgálgatjuk a csillagokat, és akkor kiderítjük, hogy mennyi anyag van benne. Tehát csak a pályán belüli anyag vonzása. Tessék, elnézni, itt van mondjuk ez a fehér pöttyel jelölt. Csillag mozog erre felé, akkor lefedem egy koronggal azt, ami ennek a pályáján belül van, és ha megmérem ennek a csillagnak a sebességét, meg ezt a távolságot a központból, akkor az előbbi törvények alapján ki tudom számítani, hogy a fehér pöttyel jelölt, vagy fehér korongon belül mennyi anyag van. Akkor vegyünk egy másik csillagot, ami egy kicsit távolabb van. És nem lehetne ott valami csöndet csináltatni? Mert nem? Istenem. Na jó. Tehát, hogyha ezt a piros csillagot nézegetjük, akkor az ennek a pályáján belül levő anyagnak az összes tömegét tudjuk megállapítani. Aztán megyünk még kijebb, akkor ott van a, ott kint kering egy csillag, akkor már ennek a nagy gömbön, ezen belül levő anyagot tudjuk megmérni. És így akkor feltérképezzük, és akkor már több legyet ütöttünk egy csapásra, nem csak a galaxis összes tömegét határozzuk meg, hanem ennek az elosztását is, hogy itt sűrűbben van, ott ritkábban van, hol mennyi anyag van, tehát sok információt szerzünk arról, hogy milyen ez a galaxis. Hát persze itt is megint a részletekben van az ördög, meg kell mérni. Itt nem érünk rá megvárni, amíg a csillag körbe megy. Egyrészt elég nehéz követni egy-egy csillagot, másrészt a nap például 200 millió év alatt kerüli meg a tejútrendszert, és annyi időnk nincs, mert lejár a kutatási támogatás. Tehát annyi időnk nincs, viszont a csillagászok Doppler effektussal meg tudják mérni azt, hogy milyen gyorsan mozog egy csillag, tehát közvetlenül meg lehet határozni a csillag fényéből azt, hogy mekkora sebességgel mozog. Elég nehéz, de fáradtságos munkával elő lehet állítani ezeket. Tehát az ember azt csinálja, hogy a távolság függvényében megméri a sebességet. Például, hogyha olyan lenne, mint a naprendszer, középen lenne egy vonzó centrum, akkor ez a görbe mondaná meg, hogy a sebesség így változik a távolsággal. Hát a csillagászok csináltak modellt, hogy hogy nézhet ki egy galaxisnak az anyagának az elosztása, és ebből kijött egy ilyen görbe, hogy ezt kell mérni. Ezt mondja az elmélet. Hát akkor gyere, kísérletező csillagász, mérd meg. Még egy dolgot érdemes ne rajzolni, hogyha megmértük, hogy adott távolságon belül mennyi anyag van, akkor ez milyen görbét ad. Ugye ennek a görbének ez a pontja megmondaná azt, hogyha ilyen távolságban vagyunk a centrumtól, akkor ennyi anyag van. Kicsit messzebb már ennyi anyag van. Megyünk tovább, és egyszer csak elérkezünk idáig, ahol már nem nő tovább az anyag. Mi van ott? Ott a galaxis széle. Odáig összegyűlt az összes anyag, és ha kicsit távolabb megyünk, akkor már nem is újabb anyag, tehát ott már nem nő tovább a tömeg. Tehát ez lenne a galaxisnak a széle, és amit itt elérünk, ez a maximális tömegérték, ez a teljes galaxisnak a tömege. Tehát egy ilyen görbét vár az ember azzal, hogy megyünk kifelé, vum, elérjük a szélét. Hát ez a bácsi, nagyon tetszik ez a régi egyetemi öltözet, kaptány nevű csillagász volt, és az 1910-es években ő végezte az első ilyen méréseket távoliga. Akkoriban még azt sem tudták, hogy vannak galaxisok, csak akkor kezdtek rájönni azok, hogy azok a foltok, amiket látnak az égen, azok nem közeli gázfelhők, hanem távoli nagy csillagvárosok. Ő végezte az első méréseket, aztán ez a másik, ezt még Ortnak hívják, őről talán hallottak, van egy Oort felhő, ez a naprendszernek a külső zónája, mindenféle üstökösök, amiket ő tételezett fel, hogy onnan jönnek az üstökösök, ezért hívják Oort felhőnek. Ő volt a következő, aki ezeket a méréseket végezte, de aki aztán végül a döntő áttörést érte el, ez Vera Rubin, ő most is él szerencsére, de ez még egy ifjúkori fényképe, az egyik leghíresebb csillagász hölgy, és ő az Andromeda ködöt, azt hiszem, ezt mindenki ismeri, szabad szemmel is lehet tiszta égen látni. Az Andromeda ködöt vizsgálta meg először, nagyon új műszerekkel, új távcsövekkel és olyan spektroszkópokkal, amikkel alaposan meg lehetett nézni egy-egy csillagnak a színképét, és abból meg tudta állapítani a csillagoknak a mozgási sebességét. Ezt 1970-ben csinálta, utána aztán sok másik galaxison is elvégeztek hasonló számolásokat. Hát itt van ez a görbe, amit az előbb mutattam, hogy ezt hozták ki az elméletiek, hogy itt kéne a galaxisban a csillagok sebességének változni, ehelyett valahogy egészen másképp változik.
És még durvább, hogyha a tömegeknek az elosztását, ugye ez az, amit itt mutattam, hogy egyszer csak a tömegnek itt véget kéne írni, már nem nő tovább, ehelyett ezt a görbét kapták, valahogy a galaxis nem akart véget érni. Tehát, hogy tudtuk, hogy itt a szélre, lefényképezték, tudták, hogy ott a kép, azt mondja az ember, hogy itt már nincs semmi. Hát látszik, hogy itt az utolsó fényes csillag. És hogy ott megnézegetjük, ott is egyre nő a azon belül levő anyag, mondja, hogy nem akar véget érni a galaxis. És kiszámolták, hogy mennyi az összesen, persze jóval tovább ez a görbe egyszer csak véget ér, de összesen körülbelül 10-szer annyi anyag van benne, mint amennyit az előbb kiszámoltunk a csillagok alapján. 10-szer annyi. Mi a csoda lehet ez? Nyilván mérési hiba. Amikor a kaptány meg Orta a 20. század elején ilyen méréseket végzett, akkor azt mondták, hogy hát ez marhaság, nonsense. Hát nem lehet ott 10-szer annyi anyag. Amikor Vera Rubin már pontos méréseket végzett, akkor a csillagászok kénytelenek voltak elfogadni. Én emlékszem, amikor én diák voltam, akkoriban volt ez új hír, hogy most már biztos, hogy van valami furcsaság az égen, és nem tudjuk, hogy mi lehet. Hát hogy lehet ezt megmagyarázni? Egyik az, hogy nem igaz Newton törvénye. Nem úgy esnek a testek, nem olyan gravitációval. Én hetente kapok levelet, amiben valaki megcáfolja a relativitás elméletet, vagy új dinamikait, hogy tegnap 2 jött, mert éppen jó nap volt. Szóval nyilván mindenki megpróbálja, de hát eddig működik. Szóval a holdrakéták meg akármiféle ilyen égi mechanikai dolgok úgy mozognak, a Newton törvényei leírják. Az ember nem akarja elhinni, hogy rossz volt ez a számolás, aminek alapján kihoztuk ezt a dolgot. A másik lehetséges magyarázat az, hogy hát azért van több anyag, mert van olyan anyag, amit nem látunk. Tehát az a 10-szer annyi anyag, amit a csillagokban látunk, az valamiféle láthatatlan, vagy mondom rossz néven, sötét anyag. Ez a maradék. Na, de akkor vessük le az anyagsovinizmusunkat. Hát akkor nem ő a maradék, mi vagyunk a maradék. A galaxis az igazából a sötét anyagból van, és mi csak hab vagyunk a tortán. Tehát ez itt egy ilyen nagy sötét anyagfelhő, és akkor van még benne egy kis világító anyag úgy mellékesen. Tehát az 1/10 vagy körülbelül ennyi. Tehát a csillagok azok igazából olyan, mint a tengernek a tajtékje, vagy a habja, vagy a tenger által sodort uszadék. Hát a tenger az nem uszadékfából van, hanem ő a tenger. A sötét anyag alkotja alapjában a galaxist, és amiről mi eddig azt hittik, hogy az az igazi, hát az csak egy kis plusz dolog. Most ebben már az is következik, hogyha valaki meg akarja magyarázni azt, hogy keletkeztek a galaxisok. Hát addig olyan elméletek volt, a gáz összesűrűsödött, stb. Na de abban nem szerepelt a sötét anyag. Az egészet újra kell gondolni. Összesűrűsödött a sötét anyag, aztán valahogy ott magához húzta a gázt. A gravitációs ereje őneki sokkal nagyobb. Az egész korábbi elméletrendszert, mindent újra kell építeni. Ezt az 1970-es években, amikor komolyan vették végre ezt a felfedezést, akkor el is kezdték, és azóta rengeteget töprengtek, hogy alakultak ki igazából a galaxisok. Na de vannak még nagyobb objektumok, mint a galaxisok, ezek a galaxis halmazok. Itt egy fénykép, ezen minden pöttye egy galaxis. Tessék ugye elképzelni, a galaxisok azok akkorák, hogy mindegyik az 100 vagy 1000 milliárd csillagból áll, és az a sok-sok pötty külön-külön egy-egy galaxis, és ezek ilyen nagyobb csomókban, tehát mondjuk 10-100 vagy 1000, ilyen nagyságrendben összeállnak a galaxisok, és ez egy galaxis halmaz. Most ez azért halmaz, mert tartósan együtt marad. Mi tartja össze? A gravitáció. Ezt is a anyagának a kölcsönös vonzása tartja össze. Tehát mozog, az ember kiszámolná azt, hogy mekkora a mozgási energiája, és mekkora a vonzó erőnek az energiája, akkor a kettő közti különbségből ki lehet deríteni, együtt marad vagy nem. Erre van egy nagyon egyszerű példa. Földobom a követ, visszaesik. Jobban földobom, magasabbra megy. Ha nagyon földobom, akkor elmegy az űrbe. Persze kézzel nem tudom, arra használunk rakétát, de lényeg az, hogy van egy akkora kezdősebesség, amivel földobom, már elmegy az űrbe. Ugye szívekszökési sebességnek. Hát hasonlóan itt is, hogyha a galaxisok lassan mozognak, akkor a gravitáció ott tartja őket egy kupaszba. Ha gyorsan mozognak, akkor elszágoldanak az űrbe. Mit kell csinálni? Megint meg kell mérni a sebességüket. Doppler effektussal, fényüknek az analízisével meg lehet állapítani. Egyrészt a sebességüket, másrészt az, hogy milyen messze vannak egymással. Megint most ijesztésként lesz egy képlet. Hogyha az összes mozgási energia nagyobb, mint az összes vonzási energia, akkor a rendszer szétesik. Csillagászok nekiállnak, és elkezdik mérni. Itt van ez a mérges bácsi, úgy hívják, hogy Fritz Zwicky.
Ő a 1930-as években végezte az első ilyen méréseket, tehát galaxis halmazoknak, tehát most már nem galaxisokon belül a csillagoknak, hanem galaxis halmazoknak a mozgását vizsgálta, és azt derítették, hogy ez a képlet fennáll, tehát nagyobb a mozgási energiájuk az egyes galaxisoknak, mint ami ott tartaná őket. Akkor a galaxis halmaz szét fog esni. Aztán megvizsgált még 20 másik galaxis halmazt, és mindegyiképpen szétesőben van. Hát ez már nonsens, nem? Hát hogy lehet ezt megmagyarázni? Az egyik lehetőség az, hogy azért vannak együtt a galaxisok, mert frissen keletkeztek, mint a kis csibék. Most keltek ki, és még itt egymás közelében rohangásznak, aztán előbb-utóbb szétszélednek. De mindegyik galaxis éppen most kelt, galaxis halmaz most kelt ki frissen, szóval hogy együtt keletkezett, és még nem szólódott szét, hát ez nem megy. A másik lehetőség az, hogy van ott valami anyag, ami összetartja őket. Mert tehát Zwicky akkor a 30-as években feltételezte, hogy van valami sötét anyag itt az egész halmazban eloszolva, aminek a vonzása még hozzájárul, tehát ehhez az itt szereplő, a képletben itt szereplő tömegekhez hozzá kell adni még egy csomót, és akkor már nem teljesül az egyenlőtlenség, és annak a plusz anyagnak a vonzóereje egybe tartja. Na, hát ez a sötét anyag, és azt is kiszámolta, hogy mennyi. 100-szor annyi, mint a csillagoknak a tömege. Hát ez még durvább, ugye egy galaxison belül 10-szer annyi sötét anyag van, mint amennyi rendes anyag, itt meg már 100-szor annyi. Hát ezt aztán még inkább nem akarták elhinni, de pedig ez egy akkora a hiba, hogyha nem hisszük el, mint hogyha mondjuk egy idegen lény tanulmányozna a naprendszert, és felsorolná a bolygókat. Van ilyen bolygó, olyan bolygó, csak éppen a napot magát nem számítaná hozzá, pedig a naprendszer tömegének a nagy része az a napban van. Az nem érdekes, az nem is bolygó, azon nem lehet lakni. De a naprendszernek a dinamikájában alapvető szerepet játszik a nap. Hát itt is a galaxis halmaznak a dinamikájában a főszerepet a sötét anyag játsza. Menjünk még, ja most akkor rajzoljuk le ennek alapja, hogy néz ki egy ilyen galaxis halmaz. Ez itt egy galaxis. Ugye a galaxisnak van egy középpont, ilyen magja, van egy korongja, ugye ez most oldalnézetben egy ilyen lapos korong, és körülötte még vannak olyan gömbhalmazok, és ez egész egy ilyen nagy gömböt alkot, azt amik ott körülötte vannak ilyen gömbhalmazok, azokat hívják a galaxis halójának, tehát ilyen udvarának, de egész nagyjából így néz ki. Na most ez be van ágyazva, tehát ez itt a csillagok, be van ágyazva a sötét anyagban, tehát ez az a bizonyos 10-szer annyi anyag, amiről beszéltünk. Akkor vegyünk egy csomó ilyen galaxist, és ezek együtt alkotnak egy galaxis halmaz, persze nem rajzoltam le mind az ezret, csak néhányat, és azt körülveszi, ez ami itt most nem tudom mennyire látszik, ez a, látszik valamennyire ez, amit itt sárgában, ez gázfelhő, tehát egy ilyen intergalaktikus galaxis közi gázfelhő, ami az egészet belengi, nagyjából hidrogénből van, és az egész pedig benne úszik a sötét anyagnak a még nagyobb felhőjében. Tehát az a szürke, persze az nem csak itt kívül van, hanem az egészen, csak nem tudtam úgy lerajzolni, mindenhol ott legyen a szürke. Ez együttesen az 100-szor annyi anyagot képvisel, mint ott azok a kis piros csillagok, meg egyebek. Jó, tehát így néz ki nagyjából egy galaxis halmaz. Ez nem olyan régi, mondom, néhány évtizedes kép, 70-es, 80-as évek óta tudjuk, hogy ilyen igazából a galaxis halmaz. Az a baj, hogy a csillagokról tudjuk, hogy miből van, de az összes többiről meg nem tudjuk. Egyre kellemetlenebb a dolog. És akkor menjünk még nagyobb skálára, nézzük meg a lehető legnagyobb objektumot, amit a világon lehet látni, magát az egész univerzumot. Az univerzumot nézzük, hát ugye akkor mindig Einstein jut az embernek eszébe. Einsteinnek az általános relativitás elmélet, aminek most ünnepeltük a 100. születésnapját, 1915. novemberében publikálta Einstein, és most voltak is nagy ünnepségek, meg mindenféle előadások arról, hogy 100 év gravitáció nélkül, 100 éve nincs gravitáció, az általános relativitás, hogy másképp magyarázza a gravitációs hatásokat. Szóval minden az ő általános relativitás elmélete alapján, ez a bácsi, ez pedig Alexander Friedman, 1922-ben kiszámolta az univerzumnak a dinamikáját. Azt találta, hogy az univerzum nem állandó, hanem tágul. Ezen az ábrán az van lerajzolva, hogy múlik az idő, az univerzum mérete hogy változik. Méretén azt kell érteni, hogy mondjuk két galaxis bizonyos távolságban van egymástól, és hogy múlik az idő, azt meg kell szorozni ennek a görbének az értékével. Hogy ez egyre nő, akkor egyre távolabb lesznek a galaxisok, ez jött ki. Most valahol itt vagyunk az időben, itt a most, tehát valamekkora az univerzum, és a görbéket lehet követni. Persze nem egy megoldás jött ki neki az egyenletekből, hanem sok, és ezért ha megyünk visszafelé, akkor elérkezünk ideig. Na most, hogy ez a függvény éppen nulla, akkor nullával kell megszorozni a galaxisok távolságát, akkor minden egy pontban volt. Ez a nevezetes nagy boom. Tehát
Természetesen ilyenkor mindenki megkérdezi, hogy mi volt a nagy bum előtt. Az én kislányom, amikor 3 éves volt, örüljünk meg, követelte, hogy azonnal mondja meg, hogy mi volt a nagy bum előtt. Azt már tudta, hogy utána mi van, a következő 10-valahány milliárd évben, hogy azelőtt mi volt. Hát erre nem tudunk választani, olyan dolgokat tudunk mondani, hogy mi van az északi sarktól északabbra. Nincs értelme arról beszélni, hogy az északi sarkon induljunk el északra. Erről külön heteket lehet előadást tartani, hogy kozmológia meg egyebek, most csak érintőlegesen említem meg. Mindesen azt tessék észrevenni, hogy ezt a görbét, hogy most itt vagyunk, ezt sokféleképpen lehet folytatni, tehát nem tudjuk pontosan kitalálni, hogy mennyi idővel ezelőtt volt a nagy boom. Tehát itt vagy most, ezért akkor még 10 milliárd év, vagy 20 milliárd év, meg egyebek. És az is furcsa, hogy a görbék többféleképpen folytatódhatnak. Van olyan lehetőség, hogy megáll a tágulás és visszajön, és összeomlik az univerzum, vagy pedig tágul a végtelenségig. A nulla az, hogy elválasztja kétféle lehetőséget. Ez pedig, ez a pipás ember, ez Edwin Hubble. Hubble távcsőről mindenki hallott, hát azt őróla nevezték el. Hubble a 20-as években végezte a méréseit, megvizsgálta a távoli galaxisoknak a mozgását a Földhöz képest, és azt találta, hogy mindegyik távolodik tőlünk. Az univerzum tágul. Na most ez pontosan ugyanaz, amit Friedman kiszámolt. Csak Friedman annak idején elküldte a munkáját Einsteinnek, Einstein meg azt mondta, hogy marhasság, hát ez nem lehet. És nem foglalkozott vele. És Friedman meg szerencsétlen módon meghalt, tehát ő nem érte meg azt, amikor 1929-ben bebizonyult az igaza. És most már ülve mondom. Tehát, hogy attól kezdve tudjuk, hogy tényleg tágul az univerzum. Van egy ilyen nevezetes kép, hogy meghívták Einsteint oda, ahol Hubble a távcsővel dolgozott. Van kép, hogy ott kezet fognak, ez itt Einstein, ez itt Hubble, ez itt a távcső. És akkor Einstein ott ünnepélyesen elismerte azt, hogy tévedett, mert az univerzum igenis tágul, és volt ő annyira becsületes, hogy megmondta, hogy Friedman ezt már 22-ben kidolgozta, és megírta neki, tehát mi most már tudjuk róla. És ott van az a bizonyos érintő, amit megrajzoltam a görbéhez, annak a meredekségét hívják Hubble állandónak, ezt meg kell mérni. Hubble megmérte, hogy milyen messze van egy galaxis, milyen gyorsan mozog, és abból ki lehet számítani ezt a Hubble állandót. Ezt azért nehéz megmérni, mert a csillagászatban távolságot nagyon nehéz mérni, tehát közvetett és bonyolult módon tudják csak meghatározni, milyen messze vannak a galaxisok. Mióta én az eszemben tudom, azóta az Andromeda köd 4,5-szer messzebb ment. Nem azért, mert olyan gyorsan mozog, hanem mert újra mérték, és mindig más. A gyerekkoromban azt mondták, hogy 500 000 fényévre van, most már azt mondják, hogy 2,5 millió fényévre van, mert újra kalibrálták a méréseket. Tehát nem tudjuk pontosan a távolságokat, ezért ezt a Hubble állandót se tudták eléggé pontosan annak idején. Mindesetre kiderült, hogy tényleg tágul a világegyetem. És mennyi idő telt el azóta? Hát a mosttól képest visszamegyünk a nagy bumhoz, 10-20 milliárd év, ezt mondtuk mondjuk 1980 és 90 között. Tessék elképzelni, hogy valaki dicsekszik azzal, hogy van egy lányismerősöm. Hány éves? 10-20 között. Azért ez így elég durva a becslés, és ugye nem mindegy, hogy mit kezd az ember vele, hogyha az egyik végén van a szakasznak, vagy a másik végén. Tehát nem volt túlságosan pontos az adat. És ugye az is izgatna bennünket, hogy mi az univerzum jövője, hogy melyik görbé leszünk, visszaesik a fejünkre sok-sok távoli galaxis, vagy elmegyünk. Hát kiderült, hogy azt kell megcsinálni, miért lassulnak ezek a görbék? Mert a gravitáció fékez. Távolodnak egymástól a galaxisok, de a kölcsönös vonzásuk lelassítja ezt a tágulást. Hogyha nagyon lelassítja, ugyanúgy, mint a feldobott kő, akkor egyszerűen csak elkezdenek visszaesni. Ha volt elég svungjuk, akkor lassul, de azért távolodnak a végtelenségig. Mit kell csinálni? Meg kell mérni, hogy mennyi anyag van az univerzumban. Már is ott vagyunk, mint az egész témának az alapja. Tudni kell, hogy mondjuk egy galaxisban, vagy a galaxisok között, vagy galaxis csoportokban mennyi anyag van. Az univerzum átlagos sűrűségét kell meghatározni. Az derült ki, hogy ha egy kritikus sűrűség értéknél nagyobb a sűrűség, akkor ezen a visszaeső görbén leszünk, és akkor az univerzum a fejünkre esik. Tehát túl erős a gravitáció, visszapotja. Ha a kritikus sűrűségnél kisebb, akkor meg ezen a végtelenségig táguló görbén vagyunk, akkor nem esik vissza az univerzum. Mennyi ez a kritikus sűrűség? Hát nem túl nagy. 10-28-on gram per köb, vagy kilogram per köbméter, durván 5 proton per köbméter. Na most itt ebben a teremben kicsit több van. Egy-egy emberben van 10-30-valahányodikon darab atom,
És hát az egy ember azért nem tölt ki egy köbmétert. De mi viszonylag sűrű anyag vagyunk az univerzum egészéhez képest, tehát hogyha szétkennénk a mi anyagunkat a galaxisba, vagy a galaxisok között, stb., elég ritka lenne. Tehát ez az 5 proton per köbméter, ugye ez a kritikus sűrűség. Ha ennél sűrűbb az anyag, akkor összeomlik az univerzum, ha ennél ritkább, akkor meg nem. Hát mit kell csinálni? Ahogy az előbb mondtam, meg kell mérni, mennyi egy csillagnak, egy galaxisnak, a galaxis halmazoknak a tömege, aztán elosztani a térfogattal, aztán csak megkapjuk valahogy. Nagyon pontatlanok voltak a mérések sokáig. És ugye, ha megmérjük a sűrűséget, akkor meg tudjuk jósolni a jövőt, hogy melyik görbén vagyunk. De fordítva azt is lehet, hogy megmérjük ezek a görbéknek a régi futását, tehát visszanézünk a távcsövekkel a múltba. Minél messzebbre nézünk, annál inkább a múltat látjuk, mert régebben indult el a fény, ezért a távoli galaxisoknak a vizsgálatából ezt a görbének ezt a régi részét lehet rekonstruálni. Tehát megtudhatjuk, hogy melyik görbén vagyunk, abból megtudjuk azt, hogy mennyi a sűrűség, és abból azt is meg tudjuk mondani, hogy folytatódnak a görbék, mi lesz az univerzum jövője. Hát ezt a mérést ezt ugye el kéne végezni, és ebben történt forradalom nem olyan régen. A 90-es évek elején kezdődött, és körülbelül 2010 körül ért véget. Tehát ezt hívják a precíziós kozmológiának a forradalmának. Kozmológia az régen ilyen mesedél után volt. Az ember elmondott 20 féle elméletet, ilyen az univerzum, olyan, igen, és van még valami ötleted. Hát nem volt, aki tudománynak tekinthető, minden más tudománynak a művelőre is lézték a kozmológusokat, hogy ti csak dumáltok. És most már ugyanolyan precíz tudománnyá vált, mint a többi, 1%-os pontossága adatok vannak. Nem tudom, hogy ki foglalkozik itt önök közül természettudományokkal. Ha bemegy az ember a laborba, és én már annak örültem, ha előjelre sikerült kihozni, tehát nem negatívnak mértem a Planck állandót, de ha 5%-10% pontossággal megmértünk valamit, az már egészen jó volt. Most már 1% pontossággal ismerjük az univerzum adatait, tehát ez az utóbbi 2 évtized ez döntő áttörést hozott. 3 független nagy csillagászati mérés sorozat történt. Ezt az ábrát bizonyára sokan látták, ez a kozmikus háttérsugárzásnak, az univerzumból érkező rádiósugárzásnak a térképe. Egyik helyen egy kicsit erősebb a sugárzás, másik helyen kicsit kisebb. A színekkel jelölték az intenzitás különbségeket. Ezek rettentően picik. Olyan, mintha ezt az asztalt valaki feltérképezné, és egy szintvonalas térképet készítene róla, hogy 1 méter magas, plusz 1 század milliméter, vagy mínusz 1 század milliméter. Hát az ember úgy igazából nem érdekli. De ezek a kis különbségek ilyen nagyságúak, mint hogyha az 1 méteres asztalon a 100 millimétereket mérnénk. És ennek ennek a részletes matematikai analízise az döntő volt abban, hogy kideríteni, hogy az univerzum milyen volt korábban. Ez a kép, ez valahogy az univerzumnak egy korábbi állapotának a fényképe, mint hogyha valamikor, amikor még ifjú volt az univerzum, egy selfie-t készített magáról, és elküldte nekünk, és mi ezt most ne tudjuk olvasni az égről. Ennek a mérésnek az elvégzéséért később ez a két tudós Nobel-díjat kapott. A mérést azt a 90-es évek elején végezték el, és 2007-ben megkapták érte a Nobel-díjat, mert akkor már látszott, hogy mennyire fontos volt ez a nagy tudományos áttörésnek az egyik mérföldköve. Másik dolog az volt, hogy megmérték az úgynevezett 1A típusú szupernovákkal, megmérték az univerzum tágulásának az ütemét. Ezek olyan speciális szupernovák, amiket nagyon messziről is lehet látni, és az az érdekességük, hogy mindig egyforma fényesek. Olyan, mint hogy az embernek lennének standard 100-as villanykörtéi, és elhelyezni itt-ott az Alföldön, és akkor ülök egy helyen és megnézem, hogy milyen fényesnek látszik az a villanykörte, akkor meg tudom mondani, hogy milyen messze van, mert tudom, hogy milyen fényes a körte. Egy kilométerről, akkor ki tudom számítani, hogy most ez 50 kilométerről látszik, vagy mennyiről. Tehát ezek ilyen speciális csillagok, amikor felrobbannak, akkor mindig egyforma fényes mindegyik, és ezeknek a megmérésével feltérképezték azt, hogy régen, ugye mert elég sokáig kell várni, amíg a fény ideér, akkor éppen milyen volt az univerzum, hogy tágult, és ebben egy nagyon furcsa dolgot derítettek ki, mindjárt mutatom azt is. És ők is aztán később 2011-ben Nobel-díjat kaptak ennek a kutatásnak a vezetői. Persze egy-egy ilyen kutatásban nagyobb munkacsoportok vesznek részt, most már vannak 1000 fős csoportok is, ezek ilyen 20-30 fős csoportok voltak, de nyilván mindig a főnökök kapják meg a Nobel-díjat. A harmadik mérés pedig a galaxisok eloszlására. Erről majd még lesz itt egy csomó szó. Tehát ez egy galaxis térkép, és a 3 mérés együtt nagyon érdekes módon megadta az univerzumnak a paramétereit. Az egyik fontos dolog, hogy az univerzum
se nem a Friedman féle egyik, se nem a másik görbe szerint tágul, hanem egy egészen újfajta módon. Ugye ez, itt vagyunk most, erre múlik az idő, itt vagyunk most, és az ütemben tágul az univerzum. Friedman egyik görbéje azt mondta, hogy hopsz, így ez összeomlik. A másik azt mondta, hogy tágul a végtelenségig. De ugye ezek a görbék egyre lassúbbak. Az előbb már beszéltünk arról, hogy megy szét, és egyre lassabban tágul az univerzum, a gravitáció fékezi, mint a feldobott követ. De ez a valódi görbe. Az univerzum gyorsulva tágul. Nem elég, hogy tágul, hanem ezt egyre gyorsabban teszi. Akárhogy nézzük, ez antigravitáció. Ugye, nem tudom, ki látta a Visszajövőbe című filmet, ugye 2015-ben jöttek előre 85-ből, és akkor már mindenféle antigravitációs gördeszkákon szaladgáltak a srácok. Sajnos most már 16 van, és még mindig nincs antigravitáció. Kicsiben nem is lesz. Nagyban viszont kozmikus méretekben előfordul. Van olyan anyagfajta, ami gravitációsan taszít. Ez az a nevezetes sötét energia, amiről ma nem lesz szó. Na, mindesetre az gyorsítja az univerzum tágulását. Tehát ennek a kutatásnak ez volt az eredménye. Na most az az érdekessége ennek a három kutatásnak, hogy mindegyik valahogy az univerzum adataira vonatkozó eredményeket hozott, de elég pontatlanok voltak külön-külön. Tessék elkezdeni, ez itt direkt nem írtam rá tengelyekre, hogy mi van, valamiféle adatok, amik jellemzik az univerzumot. Elvégezték ezt a mérést, ez azt mondta, hogy a paramétereknek ebben a tartományában lehet valami. Kézzük el, mondjuk ez egy ilyen árdiagram. Ha itt vagyunk, akkor mondjuk 20 forintba kerül valami, ha itt, akkor meg 40 ezerbe. Leolvasom itt a görbén, hogy ez ennyi-annyi. Hát akkor ezzel nem túlságosan pontosan határoztam meg az adatokat. Na, mindenesetre ebbe a lerajzolt karikába valahol benne vannak az adatok. Most elvégezték a másik mérést, az meg egy másik ilyen adathalmaz tüntet ki. Hát nyilván azt mondja az ember, hogy a valódi adatok itt vannak, ahol ez a kettő metzi egymást. Külön-külön egyik sem pontos, de a kettő együtt az már eléggé jól meghatározott. Ilyenkor szokták azt mondani, hogy el ne végezz egy harmadik mérést. Hogy a két egyenes metzi egymást egy pontban, rendben van, de egy harmadik, hát az nyilvánvalóan itt fog elmenni, és akkor az ember töpreng. Tehát három egyenes az legalább három pontban metzi egymást, de ha rosszul rajzolom, akkor már négyben is. Szóval ciki lenne. Hát elvégezték a harmadik mérést is, és a három tényleg rendesen metszette egymást, és ezért az a metszése a nagy pontossággal, 1% pontossággal meghatározta az adatokat, le kell olvasni, hogy milyenek az univerzumnak az adatai. És ennek alapján ki lehet állítani az univerzum személyi igazolványát. Hát neve, a mi univerzumunk. Életkora most már, nem azt mondom, hogy 10 és 20 között, hanem 13,8. Tehát most már az hónapot is tudom, amikor született, 13,8 milliárd éves. Amúgy tessék már gondolni, hogy ez azért nem olyan sok. A Föld 4,6 milliárd éves. Az univerzum csak háromszor annyi idős, mint a Föld. Tehát, hogy az ember azt gondolná, hogy jó, mi egy kis epizód vagyunk az univerzum történetek, mint a bolygónkkal, de nem, hát az univerzum történetek egy harmadában már volt Föld. Szóval összemérhetők ezek az adatok. A geometriája a sík, ez azt jelenti, hogy nem zárul így önmagába, mint mondjuk egy földgömb, tehát hogy végeselte, végtelen nagy a mérete, és tágulása, az előbb láttuk, hogy gyorsuló. És ennek a mérésnek az eredményeképpen mellékesen, tehát nem közvetlenül erre hajtottak, de kijött az univerzum összetétele, és nekünk most a továbbiakban ez lesz a legfontosabb. 69% úgynevezett sötét energia, 27% sötét anyag és 4% atomos anyag. És azt ugye tudjuk, hát azért írjuk be az igazolványba valami pozitívunként, hogy életre alkalmas ez az univerzum. Mert ezt az anyagi összetételt, azt lerajzoltam egy ilyen diagramon. Ugye a 100% az a teljes torta, és ebből 69% az a bizonyos sötét energia. Ez a vákumnak az energiája. Tehát ma úgy kellett valamennyire elképzelni, képleteink vannak rá, de azért nem tudjuk, hogy mi ez, de matematikában le tudjuk írni, de szemléletesen való úgy lehet elképzelni, minthogyha a vákumnak magának lenne valami taszító ereje, és minél távolabb vannak az objektumok, annál több vákum van köztük, és annál jobban löki szét az anyagot. És ettől gyorsul a tágulás, azért kunkorodott fölfelé az a görbe. A másik fekete, ez a mai témánk, a sötét anyag, ez 27%-át teszi ki az univerzum össztömegének, és a maradék 4%-ból 3,6% az a gáz, a galaxis közi gáz.
és 0,4%-ot, tehát 0,004-et tesz ki az atomos anyag, ami csillagokká meg bolygókká tömörült. Szóval mi a kutya fülének a szőrszála vagyunk, ennyi az univerzumból a mi anyagunk. Hogy mondjam, akkor most már nem lehetünk olyan túlságosan nagy képek meg büszkék. De azt is lehet mondani, mi ilyen kicsibe, ilyen keveset teszünk, és mégis ilyen ügyesek vagyunk, ezt is lehet mondani, lehet örvendezni neki. Tehát mindesetre most mi történt? A csillagászati bizonyítékok szerint a sötét anyag létezik. Most ezt már mindenki elfogadja, mióta ezek a mérések megvoltak. Láttuk, hogy a galaxisban a látható anyagnál 10-szer több sötét anyag van, galaxis halmazban meg 100-szor, viszont az egész univerzumban a látható anyag az 4%, a sötét anyag viszont 27, tehát mondjuk a 6-szor-7-szer annyi. Nem 10-szer és nem 100-szor. Ez azt jelenti, hogy nem egyenletesen oszlik el a sötét anyag, mert akkor mindenhol lenne, hanem bizonyos helyeken összecsomósodik. Galaxis halmazokban sűrűbb, mint a galaxis halmazok közötti területen. Ez azt jelenti, hogy a sötét anyag csomósodásra képes. Tessék ezt megérezni, ennek a jelentőséget. Gőzünk sincs, hogy mi ez, de már a fizikai tulajdonságairól tudunk valamit. Képes csomósodásra. A sötét energia nem. Sötét energia az egyenletesen tölti ki az univerzumot, mondom, hogy úgy lehet interpretálni magának a vákumnak a tulajdonságát, de a sötét anyag az rendes anyag, ami valamilyen mechanizmussal képes összecsomósodni. Hát akkor ebből már következtetni tudunk bizonyos tulajdonságaira. Na most, képzeljük el, amikor az atomos anyag sűrűsödik. Hát így keletkeztek a csillagok. Van egy nagy gázfelhő, hidrogénből már a gravitáció elkezdi összehúzni. Mindenki tudja, hogy az összenyomott anyag felmelegszik. Aki már nyomott biciklipumpát, az tudja, hogy az összenyomott gáz melegebb lesz. A gázt a gravitáció összehozza, fölmelegszik, egyre inkább melegebb lesz, és amikor végül annyira összesűrűsödik, akkor kigyullad és csillag lesz belőle, amikor már nagyon meleg, már millió fokoknál melegebb van középen. De közben is már sugározza ki az energiának egy részét. Hogyha a sötét anyag is így sűrűsödne, akkor ő is világítana. Ő valami egészen más mechanizmussal, tehát innen megint tudhatjuk, hogy jó, ő összesűrűsödött, mégsem világított, tehát akkor már hold biztos, hogy nincs kapcsolatban az elektromos mezővel. És ebből az következik, hogy ő akkor is csomósodott, már akkor is csomósodott, amikor a közönséges anyag még nem. Na ezt kell megbeszélni, hogy ezt hogy kell érteni. Az univerzum, amikor keletkezett és kicsi volt és sűrű, akkor forró volt. Akkor még nem voltak atomok. Forró anyagban az elemi részecskék külön-külön szaladgáltak össze-vissza. Az univerzum tágult és hűlt, egyre kisebb lett az átlagos energia, és akkor már olyan hideg lett, hogy mondjuk hát nekünk az még meleg, néhány ezer fok, de ahhoz képest, hogy azelőtt millió meg milliárd fokok voltak, az már elég hideg, olyan hideg lett, akkor létrejöhettek az atomok. Mert egy elektron pályára állt egy hidrogén atom mag körül, és akkor létrejött az első hidrogén atom. Ez körülbelül 380 ezer évvel a nagy boom után történt. Egyszer vegyészeknek tartottam erről előadást, és ők nagyon szomorúak voltak, amikor kiderült, hogy az univerzum történetének első 380 ezer évében még nem voltak atomok. Ezért nem volt szükség vegyészekre. Fizikusokra és közgazdászokra szükség volt, mert a káoszt menedzselni kell. Jó? Tehát minden esetre a korai korszakban az anyag plazma állapotban volt, külön voltak az ionok meg az elektronok, és a plazma nem képes összesűrűsödni. A plazma az egyenletes elosztású, mert ha elkezdeni a gravitáció összehúzni, akkor a kialakuló sugárzás, ott akkor gyorsabban mozognának, sugárzás szétnyomná. Olyan, mint egy vasaló. Ha gyűröm, akkor kivasalja magát. Nem engedi összesűrűsödni. A plazma az egyenletes elosztású. Az atomos anyag akkor kezdett gravitációsan összesűrűsödni, amikor atomossá vált. Tehát már nem ionizált gáz volt, hanem már semleges atomok voltak, azt már a gravitáció össze tudja húzni. Tehát a 380 ezredik év előtt nem voltak huplik, nem voltak sűrűbb meg ritkább anyagtartományok az atomos anyagban, viszont utána ez elkezdődött. Na de addig, hogy jutunk el? Itt van egy ilyen ábra, amit valószínűleg sokan láttak, leszokták rajzolni az univerzum történetét, itt jobbra múlik az idő, itt van az elején a nagy boom, és hát itt mindenféle, hogy mikor éppen milyen anyagfajták uralkodtak, valahol mi itt vagyunk a végén, itt már vannak galaxisok, meg egyébek. Van egy ilyen nagyon nevezetes pillanat, ez a 380 ezer NB. Az NB az azt jelenti, hogy a nagy boom után. Jó, tehát a nagy boom után 380 ezer évre ott jöttek létre az atomok. Tehát egy nevezetes pillanat, mondjuk, hogy azelőtt plazma állapotú volt az anyag, utána meg már atomos.
Annak a pillanatnak a fényképe az, ami az előbb korábban látszott, hogy a háttérsugárzásnak az elosztása az ennek a pillanatnak a lenyomatát érzi, ekkori ifjúkori selfie az univerzumnak. Tehát ezelőtt az anyag plazma állapotú volt, és nem tudott sűrűsödni, de ami nem plazma, ami nem hat kölcsön a sugárzással, azt tudod. Hát ki az? A sötét anyag. A sötét anyag akkor is ott volt, de ő már akkor is sűrűsödött, mert őt nem akadályozta meg ebben az elektromágneses sugárzás. És ez nagyon fontos ez a továbbiak szempontjából. Van egy nagy régi rejtély, ami már évtizedek óta töprengenek a csillagászok, hogy hogy keletkeztek a galaxisok. Hát ugye kezdetben volt ez az egyenletes plazma. Lehűlt, létrejöttek az atomok. Akkor van egy egyenletes gázfelhő, mindenhol egyforma. Hogy lesz ebből olyan hely, ahol egyik helyen ilyen sűrűn vannak az atomok, mint itt a szobában, másik helyen meg marha ritkán 5 proton köbméterenként. Az történik, hogy rajzoljuk le, itt erre fel a hely függvényében a sűrűséget. Kezdetben mindenhol egyforma, tehát egy ilyen vízszintes körbe. Véletlenszerű fluktuációk vannak. Egyik helyen egy kicsit összegyűlnek a molekulák, másik helyen meg kevesebben vannak. Úgy lehet lerajzolni, mint ilyen huplis lenne. De ahol több anyag van együtt, ott erősebb a gravitáció, az oda vonz még többet. Ahol meg kevesebb volt, onnan meg elvonzák. Tehát ezek a különbségek nőni kezdenek. Nőnek, nőnek tovább. Egészen addig, amíg annyira megnőnek, nem férne a papír, hogy rendesen lerajzolnám, hogy egyik helyen nagyon sűrű az anyag, másik helyen meg gyakorlatilag nincs. Hát az egyiket nevezzük galaxisnak. Ezen belül persze később még további kisebb csomók létrejöttek, galaxisok, meg csillagok, meg egyebek. Tehát valahogy így képzeli az ember ezt a folyamatot. Ezt hívják gravitációs instabilitásnak. Az egyenletes elosztás anyag elkezd változni, egyik helyen sűrűbb, másik helyen ritkább, és ezek a sűrűsödések nőnek, a különbségek megnőnek. De ez benne van a Bibliában. Akinek van, annak adatik. Akinek nincs, attól az is elvethetik, amilyen van. Ott van. Ahol már kicsit sűrűbb volt, oda még több összegyűlt. Hát a kezdeti véletlen igazodások nagyra nőnek. Így az ember megmagyarázza, hogy hogy keletkeztek a galaxisok. Rendben van. Addig rendben van, amíg utána nem számolunk. Betették a számítógépekbe és kiszámolták, és kiderült, hogy ez tényleg megtörténik, kb. 1000 milliárd év alatt. Csak hogy az előbb már megbeszéltük, hogy az univerzum 13 milliárd éves. Tehát még százszor ennyi ideig kéne várni, amíg lesznek galaxisok. Na de hát vannak galaxisok. Hát akkor hogy a csodába keletkeztek azok a galaxisok? Ez a galaxis képződés nagy rejtélye, hogy ez a folyamat, ami létrehozza őket, ez 1000 milliárd éves nagyságrendű, de most már visszanézve az űrbe, azt láttuk, hogy kb. 1 milliárd évvel a nagy bum után már voltak galaxisok. Hát most megvázoltam, mert hiszen annyi idő eltelt. Hogy a csodába jöttek létre a galaxisok? És ennek a rejtének az a megoldása, hogy amikor az atomos anyag elkezdett sűrűsödni, akkor már voltak gravitációs csapdák. Tehát nem, ő hiába volt egyenletesen oszlóva, volt már olyan hely, ahol erősebb volt a gravitációs vonzás, és volt, ahol kisebb. Tehát nem kellett arra várnia az atomos anyagnak, hogy a saját ingadozásai létrehozzának, gödröt ásson magának, mint aki magának vermetás, már megvoltak ásva a vermek. Tehát voltak ilyen gravitációs csapdák. Mit áshatott gravitációs csapdát, ami korábban már összesűrűsödött? Talán ki tudják találni, hogy ki volt az, hát nyilván a sötét anyag. Az már maga korábban tudott sűrűsödni, és ezért a sötét anyag, a plazmakorszakban létrejött gravitáló struktúrák úgy viselkedtek, mint gravitációs csapdák, és magukba húzták a később létrejött atomos anyagot. Ez ahhoz hasonlít, mint az ember megy az erdőbe és pókhálóba akad. Hát miért nem kerültem, nem is láttam, ilyen vékony kis szál, nagyon vékony a pókháló. De van, amikor lehet jól látni a pókhálót. Eső után, vagy egy nagyon nedves időben jön az ember, akkor kicsapódik rá egy csomó esőcsepp. Azon csillog a fény, marha jól kirajzolódik, nagyon szép fényképeket lehet róla készíteni. Maga az alapstruktúra az láthatatlan, de a rajta megjelenő másik anyag az láthatóvá teszik. Hát itt is az van, hogy a sötét anyagból létrejövő struktúrák korábban megvoltak, és mint esőcsepp a pókhálóra kicsapódtak rá az atomos anyagnak a létrejövő képződményei. Tehát ez nem úgy kezdődött ez a folyamat, amit az előbb mutattam ezzel az ábrával, hogy magától elkezdett ingadozni, amint az atomos anyag létrejött, hoppá, már esett is bele a gödörbe, és sokkal gyorsabban sűrűsödött, ezért sokkal hamarabb létrejöttek a galaxisok. Nem kellett hozzá 1000 milliárd év, hanem 1 milliárd év is elég volt. Ezzel nagyjából megmagyaráztuk a galaxis képződést, ha tudjuk, hogy milyenek ezek a struktúrák. Hát
hogy milyenek a galaxis, milyenek a magának a sötét anyagnak a struktúráját. Ahhoz képest, hogy nem látjuk, ahhoz képest elég nagy képviselőnek tűnik arról beszélni, hogy milyen struktúrába húzza őtöket ez a gravitáció. De hát arra való az elméleti fizika, hogy kiszámítsuk az ilyeneket. Az ember először azt mondja, hogy nyilván ez is gömbölyű. Hát a csillagok is gömbölyek, a galaxisok is gömbölyek, én is gömbölyűvök, és így tovább, akkor most miért gömbölyű egy csillag? Képzeljünk el egy gömbölyű gázfelhőt, amit a gravitáció elkezd összehúzni. Itt van egy gömbölyű gázfelhő, és akkor minden irányból húzza a gravitációs erő, és meg gömbölyű, ezért mindenhol egyforma. Mi lesz belőle? Egy kisebb gömb összehúzódik. Aztán egy még kisebb gömb, meg még kisebb gömb. Ez eddig rendben van. De mi van, ha az eredeti az nem teljesen gömbölyű, hanem egy kicsit laposabb, elliptikus? Akkor az történik, hogy itt a két része ez távol van, ott hatnak valamekkora vonzóerővel, de ez a két pont, ez közelebb van. És a gravitáció annál erősebb, minél közelebb vannak egymáshoz a testek, tehát azt a részt jobban vonzza. Mi történik? Errefele jobban össze fog húzódni, mint innen. Ezért még laposabb lesz, aztán még laposabb, meg még laposabb, és így jön létre Zeldovics palacsintája. Tehát ilyen palacsinta alakra alakul egy elliptikus gázfelhő. Bocsánat, ebből az ember arra következtetne, hogy a csillagok palacsinta alakúak. Na, a csillagok nem ilyenek, ezt még meg kéne magyarázni. Ha véletlenül létrejön egy gázfelhő, az nagyon kicsi valószínűséggel pontosan gömbölyű, inkább valami lapos, nem? Sokkal könnyebb ilyen lapos valamit csinálni, mint gömbölyűt. Hát akkor mindennek ilyen laposnak kéne lenni. Amúgy itt van Zeldovics, nagyon nevezetes orosz asztrofizikus volt. Én gyakran találkoztam vele a 70-es években. Őnekik mi jelentettük a nyugatot? Idáig engedték el. Innen tovább nem mehetett. Tehát amennyire csak tudott, gyakran járt Budapesten mindenféle konferenciákon, és itt láttuk vendégül. Hát tessék elképzelni, amikor mi vagyunk itt a nyugati paradicsom. Ők nagyon sok minden érdekes asztrofizikai dolgot kidolgozott. Egyebek között ezt is. Na most mi van tényleg a csillagokkal? Amikor egy gázfelhő elkezd összehúzódni, akkor ennél a lépésnél laposabbra nem megy. Miért? Mert van neki belső nyomása. A gáz, amikor ilyen laposra akar menni, akkor a nyomás azt mondja, nem engedlek, és akkor már megvárja, amíg ilyennél alakul, akkor tud tovább összehúzódni. A csillag végül is gömbölyű lesz, mert a belső nyomás, a gáznyomás megakadályozza, hogy ilyen nagyon lapos legyen. Miért van a gáznyomás? Hát mert ütköznek egymással a gázmolekulák, sugárzás is van belőle, minden, az nem engedi az anyagot. Ha veszünk egy olyan anyagot, amiben nincs belső nyomás, mert a részecskéi nem ütköznek egymással, alig hatnak egymásra kölcsön. Gravitációsan vonzák egymást, de amúgy fügyülnek egymásra. Akkor az ilyen lapossá válik. Zeldovics pont ennek az elméletét dolgozta ki. Ha sötét anyag, az ilyen. Annak a részecskéiről nem tételezzük föl, pont mert nincsenek egymással ilyen elektromágneses kapcsolatban, hogy ütköznének és így taszítanák egymást, az sötét anyag ilyen lapossá fog válni. Tehát ez volt a jóslat az elméleti fizikának a 70-es-80-as években, hogy a sötét anyag, amikor összehúzódik, akkor ilyen palacsintákat hoz létre. Mesélkezik, hogy létrejön egy ilyen nagy palacsinta az űrbe. Persze nem teljesen síkok, hanem ilyen nagy felületek, mint amikor lebeg a függöny, valahogy úgy kell elképzelni. Ilyen lapos izé, és abban sűrű az anyag. Van egy másik ilyen felület. A kettőnek a metszés vonala az micsoda? Az egy ilyen görbe a térben. És ilyeneknek a hálózatát elképzelni, mint egy pókháló. Persze azt se felejtsük, hogy eközben az univerzum tágul. Az anyag egyrészt sűrűsödik össze a pókhálóvá, másrészt az egész tágul, tehát egyre nagyobbak lesznek ennek a pókhálónak a szemei, és akkor az anyag besűrűsödik a szálakra. Valahogy ilyen struktúrát jósol az elmélet a sötét anyagra. Most az előbb megbeszéltük, hogy a sötét anyagnak a struktúrái, ők lesznek a gravitációs csapdák, később az atomos anyagra. Az atomos anyag összesűrűsödik, hol? Ott, ahol már ott vannak ezek a csapdák, tehát kicsapódik a szálakra, a pókhálókra, és utána, amikor galaxisok lesznek, akkor kigyullad, mint a neonreklám, és megmutatja, hogy néznek ki a szálak. Mit kell csinálni a csillagászoknak? Kinézni az űrbe, és megkérdezni, hogy hogy néznek ki a galaxisok. Az a bizonyos harmadik mérés, amit az előbb mutattam, hogy feltérképezték az univerzumnak a galaxis elosztását, az ilyen pókhálós szálakat mutat. Ez nem elmélet, ez konkrét térkép az univerzumról. Az univerzumnak egy ilyen metszete, itt úgy kell elképzelni, hogy itt van a Föld, itt középen, tehát innen nézzünk szanaszét az űrbe, és lerajzolták, hogy hol vannak galaxisok.
Nem kiskupac, meg nagykupac, nem olyan, mint a földi városoknak a térképe, hogy van mondjuk nagyváros, meg annak a közelébe agglomeráció, meg akkor sokáig semmi. Nem, ezek ilyen határozott szálas struktúrát mutatnak. Persze mindenféle lírai neveket adtak, ezt például úgy hívják, hogy a nagy fal, stb. Aztán később tovább vizsgálták ezt a kérdést, és nagy kutatási projektekkel gyakorlatilag az egész látható univerzumot feltérképezték. Ez már majdnem az egész univerzumnak a térképe, ahol sötét ott azért, mert oda nem látott el a távcső. A Föld északi félgömbjén volt a távcső, és akkor a déli irányba nem nézett. Azóta ezt már pótolták, tehát most már a déli félgömbön is vannak olyan távcsövek, amivel ilyen méréseket végeztek. Ezt úgy hívják ezt a mérést, hogy Sloan Digital Sky Survey. Le lehet fordítani, mi az a Sloan? Az a szponzornak a neve. Amerikában vannak szponzorok, akik tudományos programok sok millió dollárt adnak, és akkor róluk nevezik el. És azóta minden tudományos konferencián elhangzik a Sloannak a neve, ez is a halhatatlanság egyik formája. Tehát mindesetre építettek egy külön erre való távcsövet, amivel 5 éven át ontották az adatokat. Az is egy érdekes dolog, hogy ugye előzetesen megtervezték, hogy mennyi adat lesz, és azt mondták, hogy ez körülbelül egy ekkora terennyi flopit fog megtölteni. Emlékszik még valaki, mi az a floppy? Hol van az már? Kiszámolták, hogy jön a számítógépből, a távcsőből minden éjjel ennyi meg annyi gigabájt, és akkor azt gyűjtögetik a flopikon, és hát hogy fogjuk azt feldolgozni. Azóta már egészen más, akkor átszámolták CD-re, most már CD-re kell. Most külön kidolgoztak olyan projekteket, ebben egyik magyar kutató volt a vezető, hogy ezt a hatalmas adathalmazt hogy lehet bányászni. És aztán végül mit csináltak? Kitették az internetre. Bárki oda mehet, és mint a űrfilmekbe, de nem kitalált adatok, hanem a valódi univerzumnak a térképében lehet nyomogatni a gombot, és akkor így bujkálni a galaxisok között. Csodálatos kaland, tessék kipróbálni, a Sloan Digital Sky Survey-nek a térképére rá lehet menni, és kutatgatni benne. Tehát nem csak utazni, hanem keresgélni érdekes objektumokat. Hát holda van írva való Istennek a kézjegye, vagy valami ilyesmi. Szóval vannak olyan amerikaiak, akik ezt keresik, hogy betűk eloszlású galaxisok vannak-e, minden elképzelhető. Szóval a lényeg az, hogy ez az adathalmaz, ez nyilvános, és azt igazolja, hogy ilyen szálas struktúra van. Most rakjuk össze, amit az előbb megláttunk. Az atomos anyag az csak akkor tud struktúrálódni, amikor már atomossá vált, a sötét anyag hamarabb, a sötét anyag a szálas struktúrát alakít, később rácsapodnak a galaxisok. És tényleg a galaxisok ilyen szálas struktúrát mutatnak, ez az egész összeállt egy szép képpé, jól értjük a dolgot. Ez a bácsi volt ennek a mérésnek a fő szervezője, ő építette ezt a távcsövet, 10 évig tartottak az előkészületek, és így tovább. És sokan részt vettek benne, ő például Szalai Sándor, aki a 1970-es években itt dolgozott Magyarországon. Akkor már egy ilyen térképet láttam az ő falán, azt még nem az ő méréseikből, hanem korábbi galaxis eloszlások, tehát a földi képekből készült. Még egy apróság, hogy az ember fölnéz az égre, akkor is így látja a galaxisokat, de ez egy ilyen kétdimenziós ábra. Ezek igazából háromdimenziósak, csak hát itt mi csak a két dimenziót tudok vetíteni. Ha neten bujkálnak benne, akkor látszik, hogy ez egy térbeli ábra, tehát most már sokkal-sokkal több adat van, de akkor Szalai már azzal foglalkozott, hogy milyen matematikai módszerekkel lehet leírni azt, hogy ez tényleg szálas struktúra, hogy lehet megkülönböztetni a szálas meg a nem szálas struktúrát, és hogy lehet ezt tényleg feltérképezni. Hát ő az egyik vezető kutatója volt ennek a projektnek. Ez a másik pedig Csaba István, aki szintén itt dolgozik az egyetemen. Ő dolgozta ki azt a módszert, hogy lehet az eredetileg tervezetnél 10.000-szer több adatot kiszedni az észlelt mérés adatokból. Ugye a kritikus dolog az, hogy ne csak azt mérjük meg, hogy hol egy galaxis az égen, hanem hogy milyen messze van, abból lesz térbeli ábra. Csak eredetileg 1 millió galaxisról tudtak volna ilyen adatot fölvenni, és az ő módszerének következtében ennek a 10.000-szerese. Tehát sokkal több adatot tartalmaz a mostani adatbázis, mint amit eredetileg terveztek, de sokkal jobban kihasználták a kutatási projektet. No most tehát tudjuk, hogy milyen az égen a galaxisok elosztása, ilyen szálas, ezek után akkor már megindulhattak a kutatások arra, hogy konkrétan milyen a sötét anyagnak a struktúrája, tehát csináltak olyan szimulációkat, hogy ha ilyen feltételezzük, hogy milyen anyag, akkor hogy struktúrálódik össze. Na itt látszik egy ilyen térbeli pókháló, azért rajzolták körül a kockát, hogy látszom, hogy ez ilyen térbeli szál. Erről van mozgófilm is a neten,
Tehát, hogy eredetileg így egyenletesen betöltötte az anyag a kockát, és akkor így szálakra összehúzódik. Csak persze azt sem tessék elfelejteni, a kocka közben tágul. Az univerzumnak egy olyan része, ami egyre nagyobb lesz, és közben ezek a szálak ott kialakulnak. Nagyon demonstratív filmet lehet így nézegetni. Ez egy másik részletes fizisnek az eredménye, hogy körülbelül így osztik el a sötét anyag az űrben. Jó, ahhoz képest, hogy nem tudjuk, hogy mi ez, egészen sokat tudunk már róla, nem? Na most a sötét anyag nem bocsát ki fényt, de gravitációs hatása van. És a gravitációs hatásával a fényt eltéríti. Ha van valami más, ami világít, akkor el lehet téríteni a fényt, és ennek segítségével el lehet fényképezni. Ugye a közönséges fényképezésnél is az történik, hogy jön a fény, valahogy kölcsönhatásba lép mondjuk ezzel az inggel, és visszaverődik, és akkor a fotolemezen meg lehet állapítani, hogy milyen színű és hol volt. Hát valami ilyesmi történik itt. Tessék, ez itt van egy csillag, jön a fény, menne egyenes úton, de közbe kerül egy nagy adag anyag, például a nap, és akkor a fény így elkanyarodik mellette, és így érkezik mondjuk a Földre. A valóságban ez nem ilyen nagy méretű, tehát nem derékszögben kanyarodik be, hanem néhány szög másodpercet, icili-picilit, de azért ez mérhető. És az ember itt a Földön arra néz, hogy onnan érkezett a fény, hát akkor biztos arra van a csillag. Pedig nem is ott volt, hanem ott volt, csak ilyen kanyarba jött a fény. De én arra látom, tehát azt hiszem, hogy erre fele van. Ez azt jelenti, hogy ilyen pontszerű forrásokat máshol látom, mint ahol igazából vannak. Most, hogyha az nem egy pontszerű forrás, hanem egy kiterjedt, mondjuk egy ilyen galaxis, akkor a kép torzul. Olyan, mintha mondjuk egy üvegpoháron átnéznék valakit, és tényleg megérkezik az összes foton, csak kicsit kanyarogva, és ezért az arcának valami torz képét látom. Hát a nagyobb objektumokkal az történik, a pontszerű források így elmozdulnak. Most ezt az egészet, és Einstein jósolta meg az általános relativitás elmében, hogy a fény a gravitációs hatása elkanyarodik, és ez a másik tudós, Arthur Eddington, mérte meg. Az egész sztori nagyon érdekes, ugye Einstein 10 évig dolgozott az általános relativitás elméletén, 1905-től 15-ig, és közben a részeredményei már voltak, tehát ezt a fényelhajlást ezt kiszámolta hamarabb 13-ban. Publikálta, és akkor a Német Tudományos Akadémia úgy határozott, hogy ezt meg kell mérni. Hogy lehet megmérni? A nap mellett, hogyha ott kanyarodik a fény, akkor biztos nem látom, mert a nap fényes, és az úgy elrontja. Szerencsére a természet gondoskodik egy ernyőről, amit időnként oda tesz a nap elé, és akkor mellette is látszanak csillagok, ez a hold. Napfogyatkozáskor a hold eltakarja a napot, és akkor mellette felbukkannak az égen a csillagok. Aki látta 99-ben, akkor lehetett látni Magyarországról is nappal a csillagokat. Hát kiszámolták, hogy mikor lesz a legközelebbi napfogyatkozás, a Krím-félszigeten lesz 1914 nyarán. Felszerelték a német expedíciót, távcsövekkel, meg egyebekkel oda is mentek a német tudósok a Krím-félszigetre, csak közben kitört az első világháború, és az oroszok a mindenféle fényképezőgépekkel, meg távcsövekkel felszerelt német tudósokat kémnek nézték és deportálták Szibériába. Ezért nem tudták lefényképezni a napfogyatkozást 14. augusztusában. 15-ben, 16-ban is voltak napfogyatkozások, de valahol a déli félgömbben, de senkinek nem akarozott felszállni a hajókra, mert akkoriban szórakoztak azzal, hogy tengeralattjárókkal elsüllyesztették egymást. Az első béke évben, 1919-ben volt egy újabb napfogyatkozás Dél-Amerikában, meg Dél-Afrikában, oda szervezték az expedíciót, és Arthur Eddington megmérte, és tényleg igaza volt Einsteinnek, úgy térül el a fény a nap mellett, ahogy azt Einstein mondta. Utána nagyon örültek, hogy ez itt a békének az első tudományos eredménye, egy német tudós elméletét egy angol tudós ellenőrizte, és mindenki nagyon boldog volt. Tehát ez a fénykép mutatja, hogy egymásra fényképezték a csillagokra, negatív, hogy jobban látszon, a fekete pöttyök a csillagok, amikor a nap ott volt, akkor kicsit máshol látszik a képen, mint hogy amikor nap nem volt ott. Tehát Eddingtonnak az eredeti fényképei Dél-Amerikából megmutatta, hogy a fény így elhajlott. Utána Einstein meg Eddington nagyon örültek neki, hogy ez most timmel. Na minden esetre így már tudjuk, hogy a fény elhajlik. Hát mutatok néhány képet, hogy ők hívják ezt, hogy gravitációs lencsehatás, de hogy az üveglencsék is elkanyarítják a fényt, hát a gravitáció is. Tessék elképzelni azt, hogy ott van egy távoli forrás, és itt van előttünk egy nagy galaxis, és akkor innen is jön a fénye, onnan is jön, kanyarodva sok felől eljut hozzám. Ha pont egy vonalban vannak, akkor ilyen gyűrűvé torzul. Innen is látom, onnan is látom, tehát a másik körül egy körbe látszik. Ez egy valódi felvétel az égről, mert tudták, hogy mit kell keresni, és nézegették a távcsövek felvételén, és találtak ilyen gyűrűket. Ez egy távoli galaxisnak a képe gyűrűvé torzulva.
hogyha nem pont szembe van, akkor az történik, hogy két képet látok. Egyiket erre, másikat arra, mert innen is jött a fény, megkerül azt a másikat azért. Ha kicsit mások a geometriai viszonyok, akkor egyszerre többet. Ezek a foltok ugyanannak a galaxisnak a többszörös képei. Ez az egyik leghíresebb. Ez egyetlen távoli galaxisnak az öt képe. Tehát a közelebbi valami úgy elkanyarította a fényképet, hogy, vagy a fényt, hogy öt képe, ezt hívják Einstein keresztnek. És a másik érdekes effektus, amit előbb mondtam, hogy kiterjedt objektumoknak, torzul a képe. Itt van középen egy nagy galaxis halmaz, és mögötte itt vannak ezek a távoli galaxisok. Hát az nem ilyen íves, itt is látszik, hogy ilyen laposá, ívessé változott, hanem a fény, ahogy eltorzult, akkor ilyennél lett a képen. Megint, mint hogy egy poháron átnéznénk. Na most, ha nem tudnánk, hogy ennek a közbenső objektumnak mennyi a tömege, akkor meg kell nézni ennek meg ezeknek a galaxisoknak az eltorzult ábráját, és abból vissza ki lehet számítani, hogy középen mekkora tömeg volt az, ami elkanyarította a fényt. Tehát egy csomó ilyen felvételt kell készíteni az égről, és akkor a közeli tömegnek, meg tudom mondani, annak az elkanyarító objektumnak a tömegét ebből ki lehet számítani, mekkora vonzóerővel hatott rá. Nézzük meg még egyszer ezt a képet. Hát miért kell oda a nap? Oda tehetünk valami mást, például a sötét anyagot. Akkor magát a sötét anyagot nem láthatjuk, de azt látjuk, hogy ő hogy kanyarított el a mögötte levő objektumnak a fényét. Tehát eddig arról van, hogy látok egy galaxisnek mellette távoli galaxisok képeit. Most középen nem látok semmit, csak egy dupla képet. Akkor az a két dolog az ugyanannak a képe, és azért dupla, mert középen volt valami láthatatlan dolog, aminek a gravitációs vonzása elkanyarította a fényt. Hát, hogyha elég sok ilyen mérést végzek, akkor azzal föl lehet térképezni a sötét anyagot. És akkor ezt lerajzolni egy fényképre számítógépen. Ez az első fénykép a sötét anyagról. Az ábrán a kék a sötét anyag, ugye ezt mesterségesen színezik, tehát mivel a számítógép létrehozza a képet, oda teszi a kék pöttyöket, ahol a sötét anyag volt. Ezt meg mindjárt részletesen megbeszéljük ezt az ábrát, itt egy másik, ugye itt vannak egy galaxis halmazok, és itt ez, amit korábban mutogattam, hogy a galaxis halmaz belengi egy nagy sötét anyag felhő. Tehát ez nem közvetlen fénykép, hanem a sötét anyagnak a gravitációs hatása a távoli fényre, annak az elkanyarodására, abból ki lehetett deríteni, hogy hát, mit is jelent ez? Tehát ez a bizonyos első fénykép. Ezt úgy tessék elképzelni, hogy két galaxis halmaz ütközött. Úgy is hívják őket, hogy lövedékhalmaz, tehát mintha egymásnak lőtték volna őket. Itt a rajzon mutatom. Ez az, ami előbb le volt rajzolva nagyba. Tehát ez a nagy sötét anyag felhő, akkor a sárga az a gáz, és benne a picik a piros pöttyök a galaxisok. Két ilyen mozog egymás felé, közelednek, aztán összeütköznek. Most mi történik akkor? Hát nem lesz itt csihipuhi. Nem tudom, ki látott olyanokat, én egyszer gyerekkoromban filmben láttam, és azóta is le vagyok nyűgözve. Két katonacsapat, vagy katonazenészek meneteltek így egymásra szembe, egy négyzetrácsba, és vidáman átsétáltak egymásra. Jól voltak időzítve, nem akadtak egymásba, így át tud sétálni két ilyen sereg. Hát a két galaxis halmaz, ha nem lenne semmi más, csak a galaxisok, akkor vidáman áthúzna egymáson. És akkor az történt itt, hogy múlik az idő tovább, ezek így szépen összekeveredtek, és a galaxisok áthatoltak egymáson, és most már a túloldalon vannak. Tehát ezek a galaxisok, amik itt látszanak, ezek a fehérek, ezek jöttek innen jobbról, és ezek meg jöttek balról, de most már áthaladtak egymáson. És az az izgalmas, hogy a sötét anyag is áthaladt egymáson. Tehát ez a két szürke folt most már helyet cserélt, mert áthaladt egymáson. A sötét anyag a sötét anyaggal nem lépett kölcsönhatásba, épp úgy, mint a ilyen ritkán elhelyezett galaxis, vidáman átszaladtak egymáshoz. Erről beszéltünk, hogy gravitációsan vonzzák egymást, de nem akadnak egymásban, nincs belső nyomás, nem ütköznek a részecskék egymásra. Ami viszont ütközött, azok a gázfelhők. Lehet látni, hogy a sárgával rajzolt gázfelhők, amikor összeütködtek, akkor megtorpantak. Két hatalmas gázfelhő, nagyon ritka amúgy, ez ritkább, mint a Földön levő legjobb vákum, de azért mégiscsak nagy tömegről van szó, egy csomó gázról, összesűrűsödik, és hogy összesűrűsödött, akkor ott fölmelegedett és sugárzást bocsát ki. Ami az ábrán piros, az annak a gáznak a sugárzásának a nyoma. Tehát odarajzolták a piros foltokat, ahonnan a röntgensugárzás érkezik. És látszik, hogy nem ugyanott van. Tehát a sötét anyagfelhők áthatoltak egymáson, a gázfelhők meg ott összeütköztek, és most kavarognak.
Ez az egész egy nagyon lassú, tehát több százmillió év alatt zajlott, nem? Amikor az óceánjárók ütköznek. Az nem egy perc alatt zajlik, hanem egy másfél óra, amíg így áttörik egymást valami. És milyen hatalmas nagy objektumok szép lassan mozognak, és mi nyilván csak egy pillanatfelvételt látunk belőle, de egy számítógépen lehet rekonstruálni, mi történt a korábbiakban. És lehet látni, hogy a sötét anyag az tovább mozdult, elmozdult, nem ugyanott van a központja, mint a gázfelhőnek. Tehát ez volt az első kísérleti bizonyíték, tényleges fénykép arról, hogy ez itt egy galaxis ütközés. Azóta már vannak újabb, pontosabb rekonstrukciók, ezen az ábrán például ez a kék gyűrű képviseli a sötét anyagot, itt körbe, és ez pedig még izgalmasabb, itt három dimenzióban rajzolták le. Tehát azok a foltok, azok a sötét anyagnak az elosztását jelentik. Ráadásul még egy dolog kiderül, hogy ugye arra, itt innen nézzük mi, és arra fele van a távoli rész, távolabbra nézünk, akkor a múltba nézünk. Ha ennek egy a különböző metszeteit elkészítenénk, akkor kapnánk ilyen képeket, hogy, amit az égen látunk, és látszik, hogy régen kevésbé volt szálas a szerkezet, mint erre felé. Tehát, hogy jövünk erre, egyre szálasabb lesz. Miért? Mert az előbb már beszéltük, hogy a galaxis, vagy a sötét anyag egyre jobban összesűrűsödik a szálakban. Tehát itt nem csak a eloszlás látszik, hanem ennek az időbeli változása is. Ilyen múltban kevésbé volt, akkor még diffúzabb volt, most már egyre jobban összehúzódik szálakban. Tehát ezek ezek kísérleti eredmények, nem számítógépes rekonstrukciók, ezek igazolták azokat az elméleteket, amiket korábban mondtam, és azóta egy csomó hasonló modell született, amivel számítógépben ezt utánozzák. Persze fölmerül a kérdés, és többen feltették, hogy ez fénykép. Tényleg lefényképezték a sötét anyagot? Hát azt a kék foltot azt nem a fényképező lemezen tették oda, hanem a számítógép számolta ki, és akkor olyan, mint a Foxy Maxi, azt is le lehet rajzolni, aztán mégsem létezik. Szóval hogy van ez, hogy ez most fénykép vagy nem fénykép? De igen, ez fénykép. Mi az, hogy fénykép? Hát azt mondja az ember, hogy jön a sugárzás, kölcsönhat az anyaggal, eltérül, és ezt valami technikai eszközzel rögzítem, és úgy publikálom, hogy ezt szabad szemmel meg lehessen nézni. Ez a fénykép. Hát, ha valaki látott már röntgenfelvételt, azt tudja, hogy szabad szemmel nem látja a röntgenfelvételt. Egy technikai eszközzel rögzítették, és akkor nekem szabad szemmel élvezhetővé tették már, amennyire élvezhető a röntgenfelvétel. De ugyanúgy egy elektronmikroszkópos kép mondjuk egy vírusról, azt se látom közvetlenül, tehát egy technikai eszközzel rögzítettem. Vagy egy röntgen CT felvétel. Vagy egyszerűen, amit a telefonnal csinálnak, panorámafotót, egy 360 fokos panorámát. Senki nem látott egyszerre körbe. Rögzítettem, és a számítógép összerakta, és lett belőle egy panorámafotó. Vagy amikor például a röntgensugárzás elhajlott a DNS-en, és kaptak ilyen pöttyökből álló felvételt, és abból jött rá Watson és Crick 1953, hogy a DNS a spirál szerkezetű. Ez is egy fénykép. Kicsit bonyolultabb, nehezebb értékelni, de minden is egy fénykép. De hadd mondjak egy frissebb fizikai példát, amikor 1973-ban rájöttek arra, hogy a protonok meg a neutronok nem elemi objektumok, hanem a belsejükben még kisebb részecskék, kvarkok vannak, azokról is készült egy ilyen fénykép, átküldtek rajta elektronokat és azoknak az eloszlását hatalmas detektorokkal vizsgálgatták. Aztán utána lerajzolták számítógépen. Az is fénykép, kicsit macerásabban készül, mint amikor kattintok, de hát elvileg ugyanaz a sebesség, az nem kritérium. Igen, lefényképeztük a sötét anyagot, ilyen prima gyerekek vagyunk, hogy annak ellenére láthatatlan, és nem tudjuk, hogy miből van, mégis le tudtuk fényképezni. Na de akkor most már ideje válaszolni arra, hogy miből is van, próbálkozunk. Ugye már mondtam, nem tudjuk. Ez egy rövid válasz, de egy kicsit részletezni fogom. Az első ötlet az, hogy hát ugyanabból, mint más. Atomokból. Miből vagyunk? Mi atomokból vagyunk. Atomos anyagból. És hát az atomok semlegesek. Atomok nem világítanak. Már megbeszéltük, az elektromosan töltött objektumok világítanak. Tehát ionok, plazma. Hol van plazma? Hát például, hogyha ionizáljuk a gázt neoncsőbe. De a csillagokban nagy a forróság, és ott azért ionizált az anyag. De minden, ami nem csillag, meg nem ilyen forró plazma, az semleges atomokban áll, az nem világít. Hát mondhatjuk, hogy az anyagnak a jelentős része, ami nem ilyen, nem plazma, az a potenciális jelölt a sötét anyagra. Mert például a kialudt csillagok, amik már nem világítanak. Vagy bolygók, por, hideg gázfelhők. Van egy újfajta eredmény, hogy csomó kóbor bolygó van, ami kilövődött a naprendszerből, és egy kószál a galaxisban szalaszét.
Ilyen is lehetséges. Neutroncsillagok, fekete lyukak, barna törpék, ezek mind olyan objektumok, amik közönséges atomokban vannak, csak nem világítanak. A stb. Az mutatja, hogy még lehet folytatni a listát. Mindezeknek az a neve, hogy MAHO. Ez nem machoizmust akar jelenteni, hanem annak a rövidítés, hogy Massive Astrophysical Compact Halo Objektum. A haló az ugye a galaxisnak ez a gömbölyük felője. Valahol a galaxisban van egy csomó anyag, masszív, tehát nehéz asztrofizikai, kompakt, ilyen kis göbökből álló objektum. Akkor, amikor még csak az volt a sötét anyagról az elmélet, hogy a galaxisban van egy csomó sötét anyag, akkor ez még egészen jól is hangzott az ilyen dolog, de azóta vannak komolyabb ellenvetések. Egyrészt, tegyük fel, hogy gázból van. Na, de hogyha gáz betölti így a galaxist, és egy csillag közelében van, akkor a csillagnak a fénye fölmelegít, és ő is elkezd világítani. Lerepleződik a sötét anyag, világítana. Már nem lenne sötét. A porfelhőkön szóródna a fény, azt ki lehetne mutatni. Az se túl jó. És tessék most elképzelni ezt, hogy a bolygók. Hát hogy lehet tízszer vagy esetleg százszor annyi anyag bolygók formában, mint csillagokban? A naprendszernek az 1%, ami nem a nap. Az összes többi bolygó, meg egyéb, az mondjuk 1%. Hogy az egész univerzumban az anyag nagy részét olyan bolygók tegyék ki, ami elkoszolt, mert kicsit nehéz elképzelni. Jó, és amikor aztán kiderült, hogy nem csak a galaxisban, hanem a galaxisok között még több ilyen sötét anyag van, azt meg még inkább nem tudja kezdeni a galaxisokból, hogy került ki oda az anyag. Tehát ez nem túlságosan jó, de van egy még erősebb kozmológiai ellenérv. De voltak ezek a tágulási filmek, hogy tágult az univerzum. Ott részletes forgatókönyvek vannak már kiszámolva, hogy melyik pillanatban milyen meleg volt az univerzum, milyen folyamatok zajlottak le, meg egyebek. És ez korlátot ad arra, hogy mennyi lehet az atomos anyag. Tehát a protonoknak, meg a neutronoknak a száma nem lehet túlságosan több, mint amennyit úgy látunk a csillagokban, mert akkor, hogyha mondjuk tízszer annyi lett volna, akkor a kezdeti percekben, az első három percben gyorsabban tágult volna az univerzum, másképp tágult volna, és más lenne most például a hidrogénnek, meg a héliumnak az aránya. Ha sokkal több lett volna akkor az atomos anyag, akkor ma egészen másképp néznek ki a világegyetem. Tehát ebből visszafele ki lehet számolni, maximum mennyi lehet, és ebből az derült ki, hogy a sötét anyagnak legfeljebb az 5-10%-át lehet így megmagyarázni. Tehát a nagy részét nem lehet megmagyaráznia. Hát akkor mi lehet, és most érkeztünk el a lényeghez, bizonyára ismert vagy ismeretlen elemi részecskékből áll. Elemi részecskék, ugye kis objektumok, a legismertebbek az elektron, meg a proton, meg a neutron, de a protonról, meg a neutronról már tudjuk, hogy nem is elemiek, hanem még elemibbekből állnak. Jelenleg kb. 15 fél elemi részecskét ismerünk, és hát biztos van egy csomó, amit meg nem ismerünk. Tehát ilyen kurszáló elemi részecskékből állhatnak. De elemi részecskék között összesen négyféle kölcsönhatás van. A gravitáció az minden anyagra hat. Az elektromos kölcsönhatást azt az elektromosan töltött részecskék között hatás. Van még az olyan erős kölcsönhatás, ami összetartja az atom maga alkotó részeit, és van a gyenge kölcsönhatás, ami a radioaktivitásért meg néhány más folyamatért felelős. Hát ezek az ismeretlen részecskék nem világítanak, tehát akkor az elektromágneses kölcsönhatásban nem veszek részt. Nem lehetnek, úgy hívják, hogy barionok azok, amik az erős kölcsönhatásban részt vesznek, olyanok nem lehetnek, mert az előbb már kizártuk, hogy abból túlságosan sok lenne. Mi marad? Hát akkor a gyenge kölcsönhatásban vesznek részt, és persze még a gravitációban. Van-e ilyen? Van, mégpedig úgy hívják, hogy neutrino. A neutrinók azok nagyon nevezetes részecskék, még pólót is lehet kapni, hogy I love neutrino. És ők tényleg csak a gyenge kölcsönhatásban vesznek részt, hát meg amellett a gravitációban is. Kérdés az, hogy ők alkalmasak-e csomósodásra. Ez az kell, hogy legyen nekik tömegük. Mert sokáig, én még úgy tanultam az egyetemen, hogy a neutrinoknak nincs tömege. Olyan volt, mint a foton, nulla tömegűek, szaladnak, de nincs tömegük. Az történt, hogy 1975-ben Marc György professzor, akitől én az elméleti fizikát tanultam, és az előbb már emlegetett Szalai Sándor, aki most Amerikában professzor, de ez még ifjú rocker korában készült a fénykép, Pantera együttesnek a gitárosa volt, ők 75-ben kozmológiai számítások alapján arra következtettek, hogy a neutrinónaknak van nem nulla tömege. Nem túl nagy, kisebb, jóval kisebb, mint az elektroné, de nem nulla. Ha nem nulla, akkor már képesek csomósodásra, és akkor beindult egy ilyen biznisz, hogy sokan elkezdték kiszámolni, hogy akkor neutrinok össze tudnak csomósodni, akkor milyen struktúrák jönnek ki, és kijött, hogy a tényleg szálas szerkezet lesz.
Na most a neutrinoknak, hogy tényleg van tömege, azt nem olyan régen bizonyították be kísérletekkel, és a tavalyi Nobel-díjat, tehát a 2015-ös Nobel-díjat ezért adták a neutrinókért. Tehát nem az elméleti, hanem a kísérleti meghatározásaira, hogy van nekik nyugalmi tömegük. Egy japán és egy kanadai tudós kapták a tavalyi Nobel-díjat. Na most, amikor kiszámolták részletes számítógépes modellekkel, hogy milyen pókhálók jönnek létre a neutrinokból, tényleg olyanok, mint amiket rajzoltam, csak nem jó a méret. Tessék elképzelni, hogyha valaki csukát akar fogni hálóval, és sző egy hálót neki a felesége, de ilyen másfél méteres lukak vannak benne. Azzal esetleg bálnát lehet fogni, de csukát nem. A jellege olyan, ez is háló, oké, de nem stimmel. Amit az égen láttunk, annak a hálónak a szemei egyszerűen más méretűek. A neutrinok nem alkalmasak erre, pedig nagyon jó jelöltek voltak, ők majdnem beváltak. Tehát akkor most mit kell csinálni? Hát vegyünk, mi az, ami olyan, mint a neutrinok, de mégsem az. Próbáljuk elnevezni. Részt vesz a gyenge kölcsönhatásban, másban nem. Van neki tömege. Fordítsuk ezt angolra. Gyengén kölcsönható nehéz részecske, weakly interactive massive particle, és azt angolul úgy rövidítik, hogy WIMP. Jó? Tehát ennek a rövidítése. Hát ez a WIMP, ez a legjobb jelölt a sötét anyagra. Ilyen anyag kell nekünk, WIMP. Van-e ilyen anyag? Nincs. Az ismert elemi részecskék között ilyen nincs. Hát akkor az ismeretlen elemi részecskék között biztos van WIMP. De éppen arról beszéltünk az előbb, vagy a legelején, hogy a részecske fizikusok minden eddig ismert, vagy mindig eddig feltételezett elemi részecskét megtaláltak. Van egy standard modell, ami 2012-ben lett teljes, így szokták lerajzolni, hogy ő összeállt már itt, ennek már nem hiányzik semmije, de ő egy kész alkatrész, egy még nagyobb puzzle-nek a kirakására, ami az egész univerzum minden tulajdonságának a leírására alkalmas. Tehát a standard modellnek az eddigi előrejelzései beváltak, a megjósolt részecskéket felfedezték, és akkor most a részecske fizikusok keresgélnek tovább, és kitaláltak új elméleteket. Mit csinál egy részecske fizikus most, hogy már minden megvan? Hát ugyanazt, amit eddig. Két dolgot csinál, úgy egyesíti a kölcsönhatásokat és szimmetriákat keres. Ennek a részleteiben nem menjünk bele, de mind a két tevékenységgel új, még nem látott elemi részecskék feltételezése van. Ha mind az igaz lenne, amit mondtak, akkor már sokszorosan túljegyezték volna a sötét anyagot. Hát nyilván nem lehet minden elmélet igaz. De gyorsan beszéljünk a kölcsönhatások egyesítéséről. Ugye volt egy csomó olyan dolog, amire azt hitték, hogy függetlenek. Az elektromos és a mágneses jelenségek, hát dörzsölték a macskafarkát, szikrázott. Lengették az iránytűt, és megmutattam, merre van észak. Mi köze egymáshoz a kettőnek? 1800-as évek elején kiderült, hogy van valami kapcsolat. 1864-ben Maxwell fölírta azt az elméletet, amit mi úgy hívunk, hogy elektrodinamika, ami a kettőt egyesítette, és bónuszként meg azt is kihozta, hogy az elektromágneses sugárzás is létezik. Ezért van mindenkinek mobiltelefonja, mert tudjuk, hogy kell elektromos és mágneses tereket kezelni. Tehát ez egy egyesítés volt. 1973-ban sikerült ezt az elméletet egyesíteni a gyenge kölcsönhatás leírásával. Egy csomó Nobel-díj született ebből később. Következő lépés pedig az lesz, hogy ezt egyesítik az erős kölcsönhatással. Neve már van az elméletnek, de még nincs kész az elmélet. Úgy hívják, hogy Good Grand Unified Theory, nagy egyesített elmélet. Az évszámot azt még nem tudtam beírni. 73 óta ezen dolgoznak a részecske fizikusok. Van egy csomó nagy egyesített elméletek vannak, de nincs meg az igazi. Tehát ez majd egyébként kiderül. És még persze van a gravitáció, hogyha azt is egyesítik, azt úgy hívják, hogy kvantumgravitáció, vagy még nagyképpen TOE, Theory of Everything, a mindenség elmélete, ilyen néven fut ez, akkor az már az összes kölcsönhatást leírja. Tehát ezen dolgoznak. Hát jelenleg itt tart a kutatás frontja. És mindenféle vad ötletek vannak, hogy hogy kell tovább lépni. És olyan csodálatos neve van az új elméletnek, hogy szuperszimmetria, Hoore elmélet, magasabb dimenziós elméletek. Ijesztésként írtam azt, hogy a QCD topológikus kiterjesztés. Ez csak a neve, képleteket még nem is mondtam. Na mindesetre ezek mind rengeteg új részecskét jósolnak, és azok között lehet sok olyan, ami megfelel ennek, amiről beszéltünk, hogy WIMP, tehát a lehetséges sötét anyag. Miért nem ismerjük ezeket? Egyik válasz az, hogy azért, mert nincsenek. Téves az elmélet, nem léteznek. Másik az, hogy túl ritkán vesznek részt a kölcsönhatásban, és mi még csak alig 100 éve figyeljük a részecskéket, még nem történt velük semmi. Harmadik ötlet az, hogy túl nagy a tömegük, és a részecske gyorsítók azok még nem érték el. Kell építeni 10-szer vagy 100-szor akkor a gyorsítókat, milliószor vagy milliárdszor annyi dollárból persze, mert az nagyon nő az áruk, és akkor majd lesznek ilyen részecskéink is. Azonnal a részecske fizikusok azt mondják, hogy építsünk még nagyobb gyorsítókat. Erre a politikusok azt mondják, hogy drága. Van egy másik ötlet, nézzünk fel az égre,
És az égen ott van ez a rengeteg ismeretlen részecske, a sötét anyag, hát ha azok a mostani elméleteinknek a megjósolt részecskéi ott vannak a sötét anyagban. És még egy fölmerült egy ötlet, hogy nem az a baj, hogy túl nagy a tömegük ezeknek, hanem hogy túl kicsik. Feltételeztek egy olyan részecskét, az nagyon szép neve van, axionok, amik nagyon picikék, és azért nem vettük eddig észre őket, mert túl könnyűek. És sőt, nem csak egyfélék, hanem többféle, és az axion-like particles, tehát axion jellegű részecskék, annak angol rövidítése az az ALP. Ezek nagyon pici tömegűek, de hogyha elég sok van belülük, akkor ők is alkalmasak lehetnek a sötét anyagra. Miközben ezt a fóliát csináltam, a múlt héten megjelent egy cikk a legjobb fizikai folyóiratban, a Nature-ben. Bekeretezem, mert szenzáció. Szuper számítógéppel kiszámolták az axionoknak a tömegét. Tehát itt a sok elmélet, amiket mondtam, azok közül az egyik ez, a QCD topológikus kiterjesztése, azt mondja, hogy vannak axionok. Nem tudjuk, hogy milyenek, és marha nehéz a matematikája. Ügyes tudósok összeálltak, és nagy-nagy számítógépekkel néhány hónapi munkával kiszámolták az axionok tömegét. 10^-40 kiló. Nagyon pici, ugye a tizedes vesző után 40 darab nulla, és utána van egy egyes. Ugye az, hogy egy atom milyen kicsi, azt mindenki tudja. Az elektron az, ez 2000-szer könnyebb, mint az atom. Ezek meg 10 milliószor könnyebbek, mint az elektron. Az már nagyon pici. Viszont marha sok van belőlük, egy köbcentiméterben 1 billió van belőlük, és így már éppen elegendőek lehetnek a sötét anyaghoz. Most ebben a cikkben az van, hogyha ez helyes, akkor ők javasolnak kísérleti módszereket, és 5-10 éven belül a részecskefizikusok, a kutatók megtalálhatják az axionokat. Ennek a kutatócsoportnak a két vezetője, Fodor Zoltán, mind a kettő a tanítványom volt, ők Jülichben professzor, és a félállásban Budapesten, és Kacz Sándor pedig nálunk az egyetemen az elméleti fizikai tanszéknek a vezetője. És még 5-6 magyar van a csoportban, meg néhány német, ők együtt végezték ezeket a kutatásokat. Tehát ez itt a friss szenzáció ebben az ügyben, és akkor lehet, hogy nem a WIMP-ek, hanem ezek az axion jellegű részecskék lesznek a sötét anyagnak a legközelebbi jelöltjei. Akkor azért most már egy kis elmélet. Hogy fúrják az alagutat két felől? Tehát az egyik oldalról odállnak a csillagászok, akik azt mondják, hogy van nekünk egy csomó anyagunk, amiről nem tudjuk mi, másik azt mondják a részecske fizikusok, hogy mi meg feltételeztünk mindenféle anyagot, próbáljuk egy kicsit összehozni, és hát haladnak egymás felé. Vajon összeér az alagút két vége? Tényleg mondjuk a szuperszimmetria, vagy ennek a QCD-nek, vagy akárminek a megjósolt részecskéi alkotják a sötét anyagot? Nem tudjuk, de nagyon szeretnénk, ha így lenne. Hogy összeérjen az alagút, lenne egy nagyon kellemes új elméletünk, ez a fizikusok álma. Két rejtély volt, és megmagyarázták egymást, most már egy rejtély sincs, ez lenne az igazi. Kísérlet és elmélet egymást alátámasztanák, mindenki nagyon happy lenne. A másik lehetőség, hogy kiderül, hogy nem ugyanazok a részecskék. Hát olyan, mint a Mars-téri felüljáró, ugye elkerült egymást, vagy magyar alagút nem ér össze. Hát lehet, hogy itt is ez történne, és akkor két befejezetlen projektünk lenne, és nagyon szomorúak lennénk. Na már csak arról kell beszélni, hogy hol kell keresni a sötét anyag részecskét. Hát kint vannak az univerzumban, itt a térkép, keressük az univerzumban. Egy kicsit konkrétabban. Hát a mi galaxisunkban, az közelebb van. Még egy kicsit konkrétabban. Hát a Földön. A Földön is, mi is az univerzum része vagyunk, itt is van sötét anyag. Hát keressük itt. Egyrészt kereshetjük nagy gyorsítókban, úgyhogy rétrehozzuk, vagy meg mindenféle ottani folyamatokban. Akkor persze mindenki mondja azt, hogy építsünk gyorsítókat, de ugye ez megint egy jó projekt. Sőt, a standard modell készen van. Minden eddig megjósolt részecskét megtaláltak. Ha most találnak egy új részecskét, az biztos valami standard modellen túli új részecske, és ha szerencsénk van, akkor éppen a sötét anyag részecské. Talán olvasták, elég sok helyen megjelent, 2015 végén a részecskegyorsítósok Svájcban találtak egy új részecskére utaló nyomot. Tehát volt egy görbén valami kis hupli. Ott mindig karácsony előtt szétszedik a berendezést. Leállítják a méréseket, karbantartás van, és májusban indul újra. Egész télen, tavasszal ott tűkön ültek a fizikusok. Még nem volt biztos az, hogy ott az a hupli az most mit ad. Aztán utána elkezdték, akkor titokban csak elkezdtek a kísérleteket, nem mondták meg egymásnak, és augusztusban van a nagy konferencia, bejelentik a friss eredményeket. És kiderült, hogy mérés hiba. Tehát az a hupli az egy ilyen fluktuáció volt, amikor egyre több dolgot mértek, akkor nem nőtt meg egy ilyen jelezetes csúcsán, amúgy kisimul. Pech. Hát ez volt Svájcban.
De lehet kisebb energián is. Szegény ember vízzel főz, akinek ugye látták biztos a CERN-ről a 27 kilométeres hatalmas gyűrűs, hány milliárd dollárból épült, Magyarországon ilyen nincs. Mit csinál a magyar fizikus? Ő a pénz helyett az eszét használja. Például elővesz olyan folyamatokat, amiket már régóta ismerünk. Ez egy 50 éve ismert folyamat, atommagokat protonnal bombáznak, van erre nekünk egy atommagkutató intézetünk Debrecenben, ahol ilyeneket végeznek, meglőtték az atommagot, akkor átalakult, és itt kibocsátott egy gamma fotont. Aztán az egy elektron-pozitron pára válik, meg lehet mérni ezt a szöget, hogy milyen szögben repül ki ez a két rész. Csak a részletekben nem akarok belemenni, azt mondom, hogy ez egy nagyon régóta ismert folyamat, vizsgáztatják belőle az egyetemistákat, szóval ez nem új dolog. És egy debreceni fizikusnak az jutott eszébe, hogy ha van sötét anyag, és a sötét anyag egyik konkrét elméletében van valamilyen sötét fotonnak nevezett részecske, akkor előfordulhat, hogy ezen a helyen nem a szokásos gamma foton, hanem a sötét foton jelenik meg, az is elbomlik utána elektron a pozitron, csak egy kicsit más szögben. Hát mérjük meg pontosan ezt a régóta ismert folyamatot. Épített egy berendezést, ekkora, nem 27 kilométeres, egy méteres. És ezzel, őt Krasznahorkai Sándor Attilának hívják, ő elvégezte ezt a mérést, és talált egy elemi részecskét, ami megfelelt ennek a jóslatnak. Ezt 15-ben találta, 15 végén le is publikálta, senki nem figyelt, fütyültek rá. Aztán idén lett belőle nagy sajtószenzáció, amikor amerikaiak elővették azt, hogy amit a debrecinek mértek, az nem a sötét foton, hanem az ötödik kölcsönhatás. Talán látták, teli volt vele néhány hónapja mindenféle internetes fórum, és akkor lett belőle szenzáció, az amerikaiakra odafigyeltek jobban. Na most azóta neki láttak, és több különböző kutatóintézettel párban megismétlik még pontosabban a kísérletet, hasonló jellegű kísérleteket, elkezdik körbe tapogatni. Az biztos, hogy találtak valamit. Az nem biztos, hogy a sötét fotont. De az előbb megbeszéltük, hogy ha minden eddigi részecske megvan, akkor amit találunk, ami eddig nem volt, az valami új objektum, tehát a standard modellen túl van. Ha szerencsénk van, akkor a sötét anyag részecske. Ha nincs szerencsénk, akkor az elméleteknek még nagyobb szerencséje lesz, mert akkor lesz, mit megmagyarázni. Mert akkor még tovább lehet folytatni a dolgot. Tehát itt tartunk. Van a sötét anyagnak a rejtélye. És mi a közeljövő? Folytatjuk a keresést. Egyrészt a csillagászok, másrészt a részecske és magfizikusok. A csillagászok egyre pontosabban feltérképezik az égen a sötét anyagot, és megpróbálják meghatározni a fizikai tulajdonságokat, abból, hogy hogy csomósodik, abból ki lehet számítani, hogy mekkora részecskékből áll, és így tovább. Készülnek új térképező műholdak, amik nagyon pontosan meghatározzák a galaxisok helyzetét, mozgását, és a nagy távcsövekkel nagyon messzire nézünk, és ezért a múltba is nagyon messzire nézünk, tehát az univerzum történetének, a tágulásának a filmjét is egyre jobban tudjuk rekonstruálni. A részecskefizikusok egyrészt nagy gyorsítókkal, a meglevő, meg a majd épülő, a még nagyobb gyorsítókkal keresnek új, már a standard modellben nem tartozó részecskéket, és ezeknek a fizikai tulajdonságait megmérik, és összehasonlítják, hogy alkalmasak-e a sötét anyagra. És ez, amit mutattam, hogy Debrecenben mi történt, ismert jelenségeket újra értelmezünk, újra mérünk még pontosabban, hát ha itt a Földön a már ismert jelenségekbe bújik el az ismeretlen, és abból ki lehet hámozni, kis valószínűségi folyamatokat újból meg fogjuk viselni. Hogyha ezek a kutatási irányok találkoznak, akkor többet tudunk a részecskékről, az univerzumról és magunkról, és akkor részen világosság a sötétség helyett. Köszönöm szépen a figyelmet!